Itt vagyunk a parlament üléstermében, és az a célunk, hogy megakadályozzuk a rabszolgatörvény mai szavazását. Ennek pedig egészen egyszerű módja van, hogyha a levezető nem tud feljutni a pulpitusra, akkor nem tud szavazást vezényelni. Itt vagyunk Tóth Bertalan mögött, aki vezényli itt a tömeget, és szépen lassan tömörödik be itt az ellenzéki képviselőknek a hada. Nem lehet sorsosodni. Minden nagyon békés, minden nagyon kedélyes és barátságos. Természetesen. Itt most át kellett lépni sajnos egy... Ezt visszaakasztjuk. És itt... Most érkeznek a férfiak, a harcos amazonok már itt vannak a lépcsőn. Érkezik Mellár Tamás is, Burány Sándor és Tóth Bertalan. Reméljük, nem akadályozzák őket a szabad mozgásukban. Gyere! Lépjél át, Berci, mi átlépünk. Kis tanástalanság uralkodott el, a pulpituson egy munkatársa van az országgyűlés hivatalának, aki most kétségbe esett, telefonálásba kezdett, és úgy tűnik, hogy nagy a tanástalanság. Azt a hírt hallottam, hogy Orbán Viktor ma reggel a... Megérkezett Félbert, Bernadett is. Ügyesen. Már nem engedünk be senkit. És úgy látszik, hogy ide már levezető elnök bejutni nem fog tudni. Tehát ameddig tartjuk a pozícióinkat, addig a mai szavazás a rabszolgatörvényről lehetetlenné válik. Detti, mondasz néhány szót a nézőknek, beleértve a mérce követőit is? Illetve módon, hát ott fordítok a koranányoknak, itt vagyunk. Nem, senki. Szerintem nincs kinek felvinni a papírokat. Elérzést. Sehova senki. Most ügyes legyél. Kapaszkodj össze, kapaszkodjál. Ide nem jön be senki. Ó. És? Az egri nők mint csalára, védjük a várat. Egri nők, budapesti nők. Tamás, gyere ide. Megérkezett Lázár János is, ő még derűs. Oda mehet, itt is semmi látni való. Mennyibe kerül a kumot? Egyelőre egymást fotózzuk. Nem számít, és élőben vagytok. Vannak hogy... elegen arról is. Nagyon remélem. Múltkor volt. Nincs semmi látni való. Nem egy zsebitek csajok. Mit? Arra olyan Mindenki nagyon kemény ott is. Itt kemény nők, ott kemény férfiak. Biztos, hogy minden a pior? Ott vagy. Várjuk. Elmentek már? Jó, valaki. Nézzétek föl. Gyere csak valaki ott, nézze meg. Várja a fogó, hogy egy Szabó Tina is megérkezett a női sorfalba. Én pedig a szelfibe kicsit belegugolok. Oké. Petty, nézd már ide! Bocsánat, elnézést. Nézek! Ne vedd le a fejét! De a Tordai, a Szakbert rólkodta magát a csajképbe. Na! Szépen beszélj, mert hallják a nézők, Tivi.
Mondjam, gyerekek is nézhetik ezt az adást, élőzök. Mit üzentek a gyerekek? Mit üzentek a gyerekek? Mindig el azt üzenték, hogy az első pofont adjuk ki, mert mi vagyunk a felnőttek, ők gyerekek, és mi tudjuk a jövőjüket megvédeni. Vagy egy választásra, hogy el kell hagyni Magyarországot. Nem pofoszkodunk, de egyébként igazuk van. Az első lépés nekünk kell megtenni. Csak a gyerek szája, mit érez. Másik oldalon minden rendben van, nézd meg oda. Hát úgy tűnik, átnézünk a másik oldalra. Szegény kollégák itt a pulpituson nem tehetnek róla, de ott egy masszív sorfal áldogál, úgyhogy ide nem fog levezető elnök feljutni. Nagyon sajnálom, hogy ezt kell tennünk, de... Igen. Blőrözzétek ki fejben a kedves munkatársakat itt. Sajnálom, élőzök, úgyhogy ez kicsit nehéz megoldani, de nem hiszem, hogy ebből gond lesz. Mindenki teszi a dolgát, mi is tesszük a dolgunkat, képviseljük a dolgozó népet. Önök pedig végzik a munkájukat dolgozóként, és egyébként elég sok túlórával időnként. Akikkel most beszélgettem, gyakran éjfél után végzik itt be a munkájukat, hiszen az országgyűlés ülései azok elég kiszámíthatatlanul érnek mögé. Kamera pásztázza az egész termet. Látszik, hogy nagyon próbálják megcsinálni, mi hondnai. Séskő államtitkár. Figyelünk. Addig nézzük a fideszeseket, mit csinálnak. Hát úgy látszik, egy kis tanástalanság lett úrá rajtuk. Sehol a vezénylőtábornok, sehol a karmester. Úgyhogy... Na, verekedjetek! Egyelőre nem nagyon tudják, hogy mit kellene tenniük. Nem ültek még be a kényelmes kis bársonyszékeikbe. Nem tudják, hogy lesz-e itt ma szavazás. Ha megkérdeznék, akkor szívesen elmondanám nekik, hogy biztosan nem. És itt van Szatmári Kristóf, a törvény egyik beterjesztője. Integet, mosolyog, azt hiszi, hogy a vörös szőnyegen sétál be. Hát a legkevésbé sem, a politikai vesztébe rohan éppen. Jön még kutyára Dél Kristóf, erre szokás mondani. Jön még kutyára kamion. Érdi, te mindig a radikális vagy. Annyi baj legyen. Más azt már nincsen. Ági. Tele vannak a szakértői páholyok, és néhány jobbikos is szállingózik már befelé. Figyelj már a másik oldal, rendben van? Összeálltak? Rendben van, összeálltak. Biztos. Bízunk egymásban. Az Ági is jöjjön. Ez a legjobb, amit tehetünk. Arató is sorakozzon csak fel. Erdő. Pajzsnak. Nem lehet rés a pajzson. Nem. Itt már hármas védvonal állt be, egymásba karolva, mint a profi tüntetők. Nézzétek meg ezeket a könyökfogásokat. Szerintem ezt így tanítják az aktivista iskolában. Aztán azért, mert Detti is, meg azt hiszem a többiek is kijárták az aktivista képzőt. Kijártuk az elmúlt 10 évben. Ezt be hátra tekingetünk. A másik oldalon is minden rendben van, és megjött a jobbikos erősítés. Néhány markos fiatalember képében. Erre mondják, hogy no pasarán, igaz? No pasarán. Érkeznek a fideszes képviselők, se nem hosszú, se nem tömött sorokban. Ez egy egyirányú utca, tehát hogyha kiengedjük, és akkor a kényelmesebb körülmények között, igen. Az első nyílik. Az első fecske. Zsilipelünk. Zsilipelünk, visszazárunk. Hát majd lentre bonyolítják szerintem az felvezetésre. Ez nagyon profi. Hol a János mosolyogva kedvesen, rendes ember egyébként, és ugye nem fogja rontani a pedigréjét, mert nem fogja megszavazni a rabszolgatörvényt, hiszen nem lesz rá módja. És aki a politikai bulvára is fogékony, Szávai István van a teremben, aki, ha jól tudom, lemondott parlamenti mandátumáról, de úgy látszik, ezt még csak elméletben tette meg, nem foganatosította. Ő csavarta ki az Ercsékot kezéből a mikrofont egy kiscsókkal. Az egyik terembiztos, ő nagyon-nagyon fel van vértelve. Nagyon sokféle képességgel az ilyen akcióknak a semlegesítésére, őre külön fogok figyelni. Na figyelj, és melyik kollega? Ő ott pillanatilag ott van elől a
a kis kultus alatt. Egy kést fokkal csavarta ki az egyfajtati kezéből a megafon. Asztalnál nem tudja lebonyolítani a szavazást mikrofonnal? Oda is be kéne ülni valakinek két embernek, nem? Aha, hát az igazán az a gyorsírói pult, én azt nem hiszem, hogy onnan szavazást lehetne bonyolítani. Sose lehet. Nem. Na. Hát lássuk. Most már több mint 1000-en követik ezt az adást velünk. Köszönöm, hogy itt vagytok, osszátok meg, hiszen 10 óra múlt 2 perccel. Elméletben 10 óra 15-kor kezdődne a szavazás, tehát negyed órán belül el kéne indítani a folyamatot a fideszes kétharmadnak. De ha rajtunk múlik, ezt nem fogják tudni megtenni. Lássuk, hogy mi alakul. Ez tájkép csata előtt megérkezett Semmény Zsolt, fővadász és miniszterelnök helyettes. Ő szokott Orbán jobbján ülni a patkóban. Ne menjetek el onnan! Nagy konzultációban van Harrak Péter, KDNP-s frakcióvezetővel. És az ifjú titán államtitkárok, például Dövötör Csaba, lázas telefonálásban vannak. Gondolom, ilyenkor hívják a kommunikációs tanácsadókat, mit mondanak Abony Árpád. Lehet, hogy éppen vele beszél. Ami fontos, hogy a mi ellenállásunk erőszakmentes, a békés polgári engedetlenség eszközeit használjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a rabszolgatörvény megszavazását, hiszen ennek már a vitája is törvénytelenül zajlott le, törvénytelenül zárták le, és törvénytelenül szavazták le azt a közel 3000 napirendi módosító indítványt hétfőn, amely lehetővé tette volna, hogy levegyük a napirendről a rabszolgatörvény szavazását. Miután ők kétszeresen törvényt sértettek, és fent a sajtópáholyban is vannak rajongóink, akik támogatnak, vagy legalábbis fotóznak minket. Tehát miután két konkrét törvényszegéssel próbálták átnyomni eddig a rabszolgatörvényt, és az ügyrendi bizottság sem tárgyalta az ezzel kapcsolatos panaszainkat, ezért egyértelmű, hogy ezt törvényesen nem lehetne ma semmiképp sem megszavazni. Tehát mi azzal, hogy ezt az erőszakmentes engedetlenségi akciót folytatjuk, a törvényességűreként lépünk fel egyben, nem csak a magyar dolgozó képviseletében, nem csak annak az ötvadottnak a képviseletében, aki elutasítja a rabszolgatörvényt. Úgyhogy mind az igazság, mind a jog a mi oldalunkon áll. Innentől kezdve azt hiszem a fideszes parlamenti többségnek nehéz dolga van. Sáncaink továbbra is állnak, sűrű sorokban a képviselők. És a történelminek titulálja a fideszes képviselőtársunk azt, hogy itt lezárjuk a pulpitus, de hát történelmi az is, hogy a rabszolgatörvénnyel a magyar kormány a magyar nép érdeke ellen dolgozik. Egyértelmű, hogy a túlóraszám évi 400-ra növelésének lehetőségével, a munkaidőkeret 3 évesre történő meghosszabbításával a magyar dolgozók kiszolgáltatottságát az egekbe emelik, és egyetlen szereplő van a piacon, akinek az érdeke, mégpedig azok a főleg nemzetközi nagyvállalatok, akik a halálba akarják dolgoztatni a munkavállalóikat, mert hogy munkaerő hiány van. Ennek a kormánynak a gazdaságpolitikája megbukott, nem az oktatás fejlesztésén, nem a kivándorolni vágyók itthontartásán keresztül próbálja enyhíteni a munkaerőhiányt, vagy megakadályozni azt, hanem konstatálta, hogy beállt, konstatálta, hogy nincs elég dolgozó néhány gyárban, például a debreceni BMW gyárban, ezért is lett Kósa Lajos ennek a törvénynek az egyik benyújtója, és miután nincs több munkás, ezért a meglévőket kell többet dolgoztatniuk, mondják ezt a nemzetközi nagyvállalatok. A Fidesz pedig a magyar emberek érdekével szemben vidáman kiszolgálja ezeket a megrendeléseket. A Fidesz kormány egyszerűen ipari lobbisták megrendelései teljesíti, elárulja a saját népét, elárulja a saját szavazóit, elárulja az összes magyar dolgozót, 4,5 millió ember helyzetét teszi ezzel sokkal nehezebbé.
folytatja azt a jogsértő, jogmegvonó politikát, amit már a munkatörvénykönyvének a 2012-es elfogadásával is elkezdtek. Sőt, néhányan azt mondják, hogy ezt ne is munkatörvénykönyvének hívjuk, hanem a munkáltatók törvénykönyvének, hiszen ők diktálták, a munkáltatói oldal diktálta le. Sokan szó szerinti németből fordított szövegrészeket fedeztek fel benne. Már akkor is a német, főleg bajor ipari lobbisták voltak azok, akik lediktálták azt a törvényt. A Párbeszéd mai tagjai akkor népszavazást kezdeményeztek, ami néhány tízezer aláírás hiány sajnos nem valósulhatott meg. De most, amikor tovább csavarnak egyet a présen, amikor tovább szigorítják a rabszolgatörvényen keresztül a munkatörvénykönyvét, akkor végre tudatára ébredt az ellenzék, tudatára ébredtünk a közös felelősségünknek, és összeállt az a cselekvőképes, kritikus tömeg, amely például most le tudja zárni a parlamenti pulpitusnak a feljáratait, amely képes volt arra, hogy hétfőn teljes egységben szétfütyülje a botrányba fulladt, törvénytelenül levezetett vitát. És most itt vagyunk, és már egyre kevésbé számít az, hogy ki melyik pártban van, ki az, aki baloldali, ki az, aki jobboldali, ki konzervatív, ki liberális. Az a fontos, hogy végre mindannyian a dolgozó emberek érdekét képviseljük, és végre mindannyian összeszedtük a bátorságunkat ahhoz, hogy cselekedjünk. Lobby. Közben itt azt mondják a kommentelők, hogy nagyon romlik a képminőség. Lehet, hogy leárnyékolnak, lehet, hogy meg fogják szakítani az adást. Javaslom, hogy próbáljátok majd követni a parlament.hu-n keresztül is a tudósítást, vagy a Párbeszéd Facebook oldalán keresztül, ahonnan ugyanazt a képet közvetítjük. De az a helyzet, hogy nem tudunk ezzel mit csinálni. Tehát amíg van valami térerő, addig én itt természetesen közvetíteni fogok. Ha elzsibbad a kezem, akkor úgy jártam. És talán beszéljünk egy kicsit a szakszervezetekről is, hiszen néhányan itt a kommentekben emlegetik őket. Igen, azt hiszem, a szakszervezetek is végre összekapták magukat. A szombati 10.000-es tüntetés egy nagyon jó előjel volt. Ott van egyébként a Páholyban, piros pólóban Komjáti Imre, most épp átot fordít, a szombati tüntetés egyik hőse. Munkát kenyeret pólóban. Integetünk neki, hát ha észrevesz, de most máshol figyel. Szóval a lényeg az, hogy a szakszervezetek is azt hiszem most végre kitettek magukért. Elkezdtek útlezárásokat szervezni, országos demonstrációt hirdetnek hamarosan. Minden szakszervezeti vezető egységes abban, hogy meg kell védeni minden eszközzel a magyar dolgozók érdekeit, meg kell akadályozni ennek a törvénynek az elfogadását, vagy ha törvénytelenül el is fogadják, akkor az eltörlését, a visszavonását elérni, addig nem nyugodni, addig nem állni le a blokádokkal, akár a sztrájkokkal, a parlament és parlamenten kívüli nyomásgyakorlás eszközeivel, amíg a rabszolgatörvényt vissza nem vonják. Közben itt alakulnak a dinamikák, egy-egy frakció kivonul és visszajön a terembe, és az LMP-sek eltűntek, lehet, hogy egy bekerítő hadműveletre készülnek. A jobbikosok pedig úgy látom egyelőre a padsoraikban ülnek. Számítanánk azért rájuk is, mert hogy az eddigiekben tényleg teljes volt az ellenzéki egység. Hétfőn, amikor az ellenzéket elnémították és törvénytelenül levették a 2925 napirendi módosító javaslatunkat egy mozdulattal az országgyűlés asztaláról, akkor a jobbikos vezérszónok, aki interpellációt mondott volna, az Ék Árpád Dániel, azt mondta, hogy ilyen körülmények között ő nem hajlandó úgy tenni, mintha itt demokrácia lenne, és el lehetne mondani normálisan egy interpellációt, levágta a mikrofonját, és kivonult a teremből nyomában a jobbikosok is. Tehát ez nem csak a baloldalnak a története. Nyilvánvalóan, hogy a baloldal és a szakszervezetek azok, amelyek leginkább magukénak érzik, vagy legrégebb óta képviselik ezeket az ügyeket. Tulajdonképpen az egész munkásmozgalom, a szociáldemokrata mozgalom ebből a követelésből nőtt ki, hogy ne dolgoztathassák agyon a munkavállalókat. És amíg 100 évvel ezelőtt még a 48 órás munkahétért küzdöttek, addig a 80-as évekre sikerült elérni, hogy a törvényes munkaidő 40 óra lett. Most ebből a 40 órából táncolna vissza a Fidesz. Az évi 400 óra plusz munka az azt jelenti, hogy
hetente 48,5 órát lehet dolgoztatni munkavállalókat. Itt van Lezsák Sándor, aki korábban törvénytelenül zárta le a rabszolgatörvény általános vitáját. Ezt a botrányt a házbizottság majdnem teljes egyhangúsággal ítélte el, de miután ott volt egy darab fideszes, ezért nem tudtunk konszenzussal döntést hozni az ügyben, és az igazságügyi bizottság kell, hogy majd döntsön a tárgyban. Nincsenek kétségeink, hiszen ott is visszajönnek a többségükkel, de ahhoz, hogy elmenjünk Strasbourgig, az Európai Emberi Jogi Bíróságig, ahhoz ki kell meríteni minden hazai jogorvoslati lehetőséget. És úgy látom, hogy a jobbikosok valami szép nagy molinóval készültek. Lukács László éppen ezt hozza be a terembe. Úgyhogy ők sem maradnak ki a kihívás teljesítéséből. Az egyetlen úgynevezett ellenzéki formáció, amely hétfőn bennmaradt, és amely nem csatlakozott az ellenzéki egységhez, az a Mi Hazánk nevű szélsőjobboldali párt, amit Fidesz segítséggel szakítottak le a Jobbik jobb széléből. Tehát ez a virtigli neonáci alakulat, aki azóta is folyamatosan rasszista politikát hirdet, ők azok, akik ebben az ügyben is a kormány támogatják, vagy a Fidesz politikáját legitimálják. Úgyhogy ezt a négy árulót leszámítva minden ellenzéki a teremben egyetért, és ezekre az ellenzéki pártokra tegyük hozzá, idén tavasszal az emberek 52%-a szavazott. Tehát egyébként is mi képviseljük itt a többséget az Istenemben, de ebben az ügyben pedig kétharmada van a parlamenti ellenzéknek. Most itt azt javasolják a hölgyek, és hát kimond ellent ezeknek az amazonoknak, hogy üljek be ide a székbe. De igen. Sajnos csak az jöhet a pulpitusra, aki be van osztva. Jaj, de szomorú, és ki van beosztva? De nézzük hát meg, hogy ki lesz a levezető. A Tiba, ők a jegyzők, és ki a levezető a mai napon? Pedig Latorcai elnök. Latorcai János lesz, vagy lenne szegény a levezető elnök. Tegyük hozzá, hogy ő a tegnapi napon egészen elfogultságmentesen vezényelte a szavazásokat. Tehát a szégyenteljes Kövér Lászlói vagy Lezsák Sándori produkció után valódi felüdülés volt, de ezt azért nem tudjuk gesztusnak értékelni, hogy őt osztották be mára. És nézzük, Kósa Lajos érkezik. Kósa Lajos a rabszolgatörvény előterjesztője. Most ül be a padsorok közé. Reméljük két szék között a pad alá beesik. Tegnap szerencsétlen sokszorosan megszégyenült, és gondolkoztam, hogy vajon miért szabták rá ennek a vállalhatatlan törvénynek a képviseletét, hiszen a rabszolgatörvényt nem is volt bátorsága a Fidesz kormánynak ahhoz, hogy rendes kormányzati előterjesztésként vezesse a ház elé, hanem egyéni képviselői indítvánnyal a kötelező társadalmi egyeztetést a szakszervezetekkel, a dolgozókkal való egyeztetést megkerülve hozták ide, és három benyújtója van, bár ebből kettőt szoktak emlegetni a sajtóban, Kósa Lajos, Szatmári Kristóf és Bányai Gábor később csatlakozott harmadikként. Most pacsizik egymással a két fő tettes, de hát tudjuk, hogy ez nem a saját ötletük volt, ez csak is, mint minden hasonló jelentőségi dolog, Orbán Viktor tudtával, jóváhagyásával és támogatásával történhet meg. És azért Kósa Lajos lehet ennek a törvénynek a benyújtója, mert hogy ő az, aki kőkeményen lobbizott a BMW gyár Debrecenbe telepítése mellett, ő az, aki fűtfát megígért annak érdekében, hogy idehozzák ezt a gyárat. Egyebek mellett, és talán ezt sem tudják sokan, 135 milliárd forintnyi infrastrukturális feljelesztést hajtanak végre csak a BMW gyár kiszolgálására. Ezen felül 12,5 milliárd forint közvetlen támogatást nyújtanak, ami ugyan 1000 dolgozónak jelent majd munkahelyet, de ez azt jelenti, hogy egy dolgozóra 12,5 millió forintot költenek, egy munkahely létrehozására 12,5 millió forintot költenek. Azért egy magyar kis vagy középvállalkozás azt hiszem, hogy ennek a töredékéből jövőbarát munkahelyet tud létrehozni. De hát nem ők kapják ezeket a támogatásokat, hanem azok a német nagyvállalatok, amelyek 10 és 100 milliárdos tételekben kapnak támogatást, és amelyek ebből könnyen lehet, hogy vissza is osztanak, ahogy számos alkalommal bebizonyosodott már ez különböző német cégekkel kapcsolatban.
Tehát azért Kósa Lajos, miközben nem ért ehhez a témához, nem ért a munkavállalói ügyekhez, nem foglalkozott soha korábban a munkatörvénykönyvével, nem ül ilyen bizottságban, önkormányzati ügyekkel foglalkozott mindig is. Szóval azért Kósa Lajos, mert Debrecenben ezt ő lobbizta ki, vagy rajta keresztül lobbizta ki a BMW. Ugye az a Kósa Lajos, akinek a 84 éves édesanyja egyrészt vásárolt egy disznófarmot, hirtelen akadt valahonnan 45 millió forintja, amiközben egész életében szerény körülmények között élt, aztán hozzávágtak egy 100 millió fölötti uniós támogatást, amit persze a Fidesz kormányozt ki, és ez a jól prosperáló disznófarm tulajdonos édesanyja, aki Kósa Lajos szerint nem strómanja senkinek, leasinggel két luxus kategóriás BMW személygépjárművet, és egy 7-9 millió forint közötti értékű BMW túramotort. Egészen pontosan olyat, amivel Kósa Lajos megérkezett az egyik fideszes rendezvényre, és amelyről egyébként azt nyilatkozta, hogy édesanyja, mint a cég ügyvezetője használja ezt az 1600 köbcentis, több száz kilós hatalmas motort. Hát mit mondjunk, Kósa Lajost eddig se az igazmondásáért szerettük. Tehát Kósa Lajos ezért nyújtotta be a rabszolgatörvényt, ezért viszi elő a balhét, és ezért csapódnak le elsősorban rajta a kritikák, de hát végső soron minden ilyen kritika Orbán Viktort illet, mint aki a végső döntéshozó ebben a világban. Itt vagyunk tehát továbbra is az országgyűlés üléstermében, hogy megakadályozzuk a szavazást a rabszolgatörvény elfogadásáról. 3 perce folynia kéne már az ülésnek, és több mint 2500-an nézitek ezt a közvetítést. Osszátok meg, vigyétek a hírét, az ellenzék már 3 perce akadályozza az ülés megkezdését. És azt szeretném kérni tőletek, hogyha tudtok, gyertek a parlament elé, gyertek, fogjátok körül a parlamentet, fejezzétek ki azt, hogy a rabszolgatörvény szerintetek is elfogadhatatlan, aki tudja, próbálja meg elszabadítani magát a napi kötelezettségeitől, és jöjjön ki egy A4-es papírlappal akár, vagy csak csendesen állva, nézve meretten a parlamentre. És hogyha sokan lesztek ott, sokan leszünk ott kint is, akkor érezni fogja mindenki a tömeg erejét, érezni fogják a fideszesek, hogy ezt nem lehet megtenni. Ez a lelkesedés Rétvári Bence államtitkárnak szól, aki, hát mondjuk ki, az egyik legirritálóbb kormánytag. A parlamenti válaszaiban folyamatosan vállalhatatlan személyeskedés, mocskolódást és a hazugságok súlykolását folytatja. De látjuk, rossz a kép, rossz a hang. Nagyon nehéz így közvetíteni. Én nem tudok más tenni, mint tartom a telefont, és próbálom mutatni itt a mai nap hőseit, a hős budapesti, nem mindenki budapesti, a hős magyar nőket. Ez a szekció itt egyértelműen női túlsúlyjal működik, de itt vannak azért, lassan egy síp is előkerül, de ne feledkezzünk meg persze Tóth Bertalanról, Mellár Tamásról és Burán Sándorról, akik szintén ezen az oldalon állnak, és természetesen hasonló blokád van a pulpitus másik oldalán is. Eddig nem is kísérelte meg a levezető elnök, hogy megközelítse a helyét. 10 óra 20 perc van, 5 perce kellene folynia a szavazásnak. Úgyhogy egyelőre siker. Némi zavarodottság van. Ott van Bala György, aki vezényelni szokta a szavazásoknál a Fidesz frakciót. Ő sem tudja most, hogy mit kell tenni. És úgy látom itt a kommentekből, hogy folyik a parlament.hu-n is az élő közvetítés. Bár hétfőn voltak olyan hírek, hogy szaggat az adás, vagy esetleg leállították azt is, amikor az ellenzék végre határozottan és egységesen lépett fel, hiszen
a Fidesznek a legfőbb törekvése, hogy a magyar emberek ne értesülhessenek arról, hogy mi folyik az országházában, mi folyik úgy általában a közéletben. Próbálnak minél többeket tudatlanságban tartani, hiszen ez biztosítja számukra a hatalmuk megőrzését. Ha tudnák, akár az ő szavazóik is, hogy milyen politikát folytatnak valójában, akkor biztos, hogy túlnyomó többségben nem támogatnák őket soha többé a szavazatukkal. Most már figyeljetek. Mit csinálja? Csak fogni kell. Várjál, még megnézem. Van instrukció. Na, likvidálni akartok valakit? Nem, szó nincsen. Nem likvidálunk senkit. Nem, igen. És akkor két kell vennem? Nem, beszélj, beszélj. Hello, kedves Mérce. Átvettük itt egy kicsit a közvetítést, mert a Bencének sürgős megbeszélni valója akart itt a haditervel kapcsolatban. Mutassuk meg a lányokat, mutassuk meg a pár Hello, drukkoljatok nekünk, kitartunk. És gyertek a térre. Itt nem fognak áttörni, az biztos, hogy ezt a törvényt nem szavaztatjuk meg. Megjött Kósa Lajos. Törvénybeterjesztője itt szemben. Nézzétek, ott van Szijjártó, aki elismerte, hogy a külföldi tőke örült annak ennek az egész törvénynek. Így van, de amúgy elmondanám, hogy ez nem csak a külföldi multiknak szolgálja ki az érdekeit, hanem a magyar új burzsuázia, az új nemességnek az érdekeit is szolgálja, mint Mészáros Lőrinc, Csányi Sándor, Garancsi István, akik épp ugyanúgy ki akarják zsigerelni a magyar népet, mint ahogy a külföldi munkik. Hogy rendes oktatást és új tudást adnának a magyaroknak. A bolyról nem is beszélve, vagy a Rogán Tóniról. Egyelőre gondolom, azon gondolkodnak, hogy mit kezdenek a mostani helyzettel. Terembiztosokat látunk, rohangász tényleg föl, meglehetősen feszült arccal. Le vannak tolva, nézd meg a képüket. Kósa Lajos. Megérkezett Bánki Erika, akiről kiderült, hogy milliárdokkal verte át a román költségvetést, de ő ebből nagyon jól szállt ki, 100 millió forintot tudott ebből a projektből is kiszedni Romániába. Hát ezek a fiúk már nem csak Magyarországon ügyesek, hanem külföldről is tudják, hogyan kell lopni a pénzt. Készülnek a jövőre. Bence, akkor visszaadom neked, jó? Köszi, Ildi. És lássuk, amikor az ellenzéki képviselők egymást veszik, ahogy tudósítanak az ülésteremből. Nem tudom, hogy Korozs Lajosnak hány nézője van, mi már 3000-nél járunk. Azt hiszem, hogy ez az egész ország közvéleményét érdekelheti, hogy hogyan alakul a mai nap. Sikerül-e törvénytelenül és minden emberséggel szembe menve megszavazni a Fidesznek a rabszolgatörvényt, vagy az ellenzék a határozott fellépésével, azzal, hogy lezártuk itt a pulpitust, ahonnan egyedül vezényelni lehet a szavazásokat, szóval ezzel sikerül-e végre megakadályozni, hogy a fideszes úthenger átrobogjon a magyar dolgozókon. Svájcból is itt vannak velünk, itt van Sanyi is, néz minket, nagyon helyes, és Ahogy írják itt a kommentelők, ki kell jönni a térre, a Kossuth térre. Ne ijedjetek meg attól, csak előre szólok, hogy készenléti rendőrök vannak viszonylag nagy számban, de természetesen békés, erőszakmentes polgári engedetlenséget bármikor végre lehet hajtani, ezzel nem követel az ember bűncselekményt. Úgyhogy... Nagyon keményen fogalmazott el a héten a parlamenti vitában. Ó, interjúoljuk egymást. Ugyanis mi vagyunk az egyetlen hiteles tudósító, úgy látom, és Bence barátom, mert állítólag az internetet itt zavarják. Azt a 700-át. Volt már ilyen egyébként, amikor... Az országgyűlési őrség tagjai közelednek a felröppenő hírek szerint. Akkor mindenki kapaszkodjon valakibe. Kart karba öltve, itt állunk a vártán, és várjuk, hogy mit mernek megtenni, mit próbálnak elkövetni ellenünk, akik most egyértelműen a népakaratot képviseljük itt. Lássuk. Sajnos sokaknál akad a tudósítás. Egyre többen nézik, és könnyen lehet, hogy zavarják az adást, vagy legalábbis mindenkit közvetítés telefonál, és elhasználjuk egymás elől a sávszélességet. Fent is vannak ellenzékiek,
ott látni őket a Karzaton, például Demeter Mártát, Charlie Antalt, az LMP-sek fent ülnek, lehet, hogy ott készülnek valamire. Tele vannak az ellenzéki páholyok, ott talán látjátok, csordulásig, tehát mindenki, akinek belépője van a parlamentben, az ma idejött, mert tudja, hogy itt történik az, ami ma az országban igazán fontos, hogy a Fidesz át tudja verni törvénytelenül, aljas módon a rabszolgatörvényt, ami szembe megy minden magyar munkavállaló érdekével, és amit egyértelműen elutasít az emberek 5-6-oda, és mindössze 9% 100 emberből 9-en támogatnak, át tudják ezt nyomni, visszaélve a parlamenti többségükkel, vagy sem. Ott kapaszkodnak egymásba Semmilyen Zsolt és egy másik kormánypárti képviselő, de úgy látszik, hogy Orbán Viktor nem mert bejönni a terembe. Orbán Viktor nagyon jól tudja, hogy szükség van az ő szavazatára is a kétharmad biztosításához, már pedig ma számos kétharmados szavazás lenne. De hát Orbán Viktor egy ilyen konfliktusos helyzetbe nem mer beleállni. Orbán Viktor nem annyira bátor ember, csak amikor tudja, hogy nem kérdőjelezhetik meg. Másik oldalra nem akartok adni egy lányt. Mert? Jön az őrséges, hogy nem lenne bajod előre egy lány. Ott egy lány sincs itt, meg olyan sok van. Nőket kevésbé ráncigálnak meg? Hát az mutatósabb, hogy ő... Exportálnunk kéne egy női képviselőt, mert mi az Anettal akkor? Jó, mi most a bősz Anettal átvegyünk a fiú véget erősíteni. Hát, ha nem nyúlnak hozzá. Helyes, védjétek meg őket. Bősz Anettról nem tudom hányan tudják, hogy nagyon profi cselgáncsozó, tehát vele biztos, hogy nem. De én meg súzózni szoktam, és futni, úgyhogy fiúk. Nem aggódunk. Mangoni Borbély Ildikó is nagyon jó formában van, ezt mindig is tudtuk. Úgyhogy, de hát ez nem fittség vagy erőnlét kérdése, hanem elszántság kérdése, már pedig elszántságból itt nincs hiány. Ahol hiány van elszántságból, az a fideszes többség, akik már lassan 13 perce már nem tudják megkezdeni a szavazást. Egyelőre defenzívába szorultak. Nem a Fidesznek áll ma a zászló. Végre úgy tűnik, hogyha az ellenzék az erejére ébred, és a sarkára áll, akkor meg tudunk akadályozni egy ilyen törvénytelen és embertelen törvényjavaslat elfogadás. És itt jön Orbán Viktor. Itt van Orbán Viktor a sameszaival. Töbörüljünk össze. Figyeljön az. Bejön Orbán, szerintem sípoljunk neki egyet. Csak hogy tudja, hogy akár mintha foci meccsen lenne. Ez neki ismerős ez a... És legyünk korrektek az ellenzék többi pártjával. A Jobbik egy rabszolgák éve 2018 Molinót feszített ki. Az alsó üzenet nem látszik, de egyértelmű, hogy az utolsó szó nem biztos, hogy Fidesz, de köszönjük Fidesz, igen. Egy ironikus köszönet, igazából senki nem lehet hálás ezért. Természetesen fizikai erőszakot nem tudunk, nem fogunk alkalmazni. Orbán Viktornak most nem görbül a haja szála sem, emiatt nem kell aggódnia, bár néhányan ezt is úgy látszik, hogy szívesen vennék. Mi egyszerűen csak megakadályozzuk ezt a szavazást. Kicsit tömörüljünk be. Igen, a fiúk hátam elé álljunk, de már ez nem baj. A második és harmadik vonalat ezt... Azt gondolom, hogy valami fog történni, mert ha bejött Orbán Viktor, akkor nem hiszem, hogy őt másfél órát itt fogják ültetni a semmire, tehát valószínűleg már kitalálta a házvezetés, hogy hogyan próbálnak ellenállni. Kiveszünk a mikrofont a kezükből. Nem hagyjuk magunkat, az biztos, hogy itt csak a testünkön keresztül fog feljutni bárki a politikusra. Hát engedjük előre a Mellár Tamást. Aki Mellár Tamással megbirkózik, annak sok sikert kívánunk. De itt van Tóth Bertalan is, azért ne becsüljük alá, belefeszíti széles felállát, és Burány Sándor a sor másik oldalán, ők itt az első vonal, most látjátok őket.
egyébként megjött végül is a Fidesz munkáltatója, Orbán Viktor, és tulajdonképpen az egész rabszolgatörvény arról szól, hogy egy munkáltató van, Orbán Viktor azt gondolja, hogy minden neki meg lehet tenni. Hát láthatóan a legélesebb kést vetette be Kósa Lajos személyében. Azért az egészen elképesztő, hogy habogott, heveget, gulyás, mert még csak válaszolni sem volt képes arra, hogy miért is nem egy tisztességesen kidolgozott törvényt adtunk meg. Hát azért, mert azt gondolják, hogy bármit megtehetnek. Kósa Lajos egyébként annyira tiszteli a házat, hogy a Fidesz mindig erre hivatkozik, hogy most is ott rágózik, és a legnagyobb nyugalomban várja, hogy majd valami történik. Hát mert a malacok között kérdezni szoktuk. A másik benyújtót ne feledkezzünk be Szatmári Kristófról sem, akiről kiderült a nyáron, hogy a cégénél feketén alkalmazzák a munkásokat, és valami csoda folytán ezt az adóhatóság nem talált a bűncselekménynek. Hogy nem? Az országban egyesek is vannak. Kristóf alkalmazottai valószínűleg nem fogják megkapni azt a túlóra pénzt, amiről ő most benyújtott egy törvényjavaslatot. Hát még be sincsenek jelentve, hivatalosan. Nekik mindent lehet. És ezek azok a fideszesek, akik tegnap azzal érveltek, hogy egy munkavállaló bármikor nemet mondhat a munkáltatójának, hogyha azt túlórára akarja kötelezni. Hát nem tudom, Kósa Lajos biztos, hogy nem járt 1990 óta munkahelyen, azóta országgyűlési képviselő, és nem ismeri, hogy mik a valódi hatalmi viszonyok egy munkahelyen, ahol könnyen elveszítheti bárki az állását, hogyha nemet mond a főnökének. Kósa Lajos 54 éves, és egyetlen évet dolgozott vettán annyit se életében, 1989-től 90 tavaszáig, amikor beült a parlamentbe, azóta nem bérből és fizetésből él, hanem tiszteletdíja van, nincs főnöke, csak Orbán Viktor, de egyébként kíváncsi lennék, hogy Kósa Lajos mikor mondott nemet utoljára Orbán Viktornak, bármit meg lehet csinálni és csináltatni velük. Szóval, itt vagyunk, 10 óra 33-ban, lassan 20 perce zajlania kéne a mai parlamenti Bence szavazásnak. Bence már a másik kalzati oldalon, és már állítólag bekapcsolták a kalzati mikrofont, hogy arról is védjék a helyet, jó? Gyula, srácok, Gyula, vannak a túloldalon is itt a kis kazatnál? Jó van. Minden harcállást elfoglaltunk, mindenhol ott vagyunk. Az ellenzék képviselői lezártak minden feljáratot. Nem tudom, a fideszesek mire várnak, mire számítanak. Helyes, majd megálljuk. Az egri várat védjétek, mint az egri várat. A legnagyobb magyar csaták, a leghősiesebb magyar várvédők példái röpködnek itt körülöttünk a levegőben, hogy motiváljuk magunkat. Szerencsére nincs nálunk se forró víz, se szurok, úgyhogy ilyen típusú bántódása senkinek sem esett, mint annó mondjuk a török hadaknak, akik Egervárát próbálták bevenni. De itt most megint zajlanak az események, készülnek. Tanácstalan tanácskozások vannak, tehát Orbán Viktor, a nemzet nagyhatalmú vezetője, mélyen belefúrja a fejét a papírjaiba, mint hogyha valamit most tudna csak tanulmányozni, és kivételesen nem tudja elérni, amit akar, nem tudja megszavaztatni a rabszolgatörvényt, nem tudja 4,5 millió magyar dolgozó érdekében átverni ezt a szégyenteljes törvényjavaslatot, legalábbis addig, amíg itt vagyunk a pulpitus lépcsőin, és amíg fizikai erővel el nem visznek minket, addig itt is maradunk. Úgyhogy most itt egymást és önmagunkat riogatjuk időnként, de... De nincsen ötletük. Ott lapogatják egymás hátát. Font Sándor próbálja zseniális ötleteit eladni a főnöknek. Ott göcögnek, nagyon jól érzik magukat. Nyilván nem rájuk vonatkozik az évi 400 túlóra, amit a rabszolgatörvényben kötelezően elrendelhetővé tesznek a dolgozók számára. És a... itt egy egri, akit megérintett ez a sok hivatkozás egerre. Koros Lajos is egri, ő is közvetített eddig, most éppen iszik egy pohár vizet, kitikkadt az eddigi küzdelmekben. De úgy látszik, hogy a fideszeseknek nincsen B-tervük, nincs mesterterv, nem tudják, hogy mit tegyenek. Ülnek szépen fegyelmezetten,
várakozás teljesen, mint rendes mamelukokhoz illik. Ilyen droidokat egyébként ritkán látni, tehát miközben sokan közülük valaha biztos rendes emberek voltak, mára feladták minden elvüket, és kizárólag Orbán Viktornak engedelmeskednek, aki pedig elrendelte számukra, hogy akármit is mondanak nekik a saját választóik, be kell jönniük és meg kell szavazniuk ezt a törvényt. Itt ül például Simonka György is most ott a kép közepén, akinek már lassan börtönben kéne lennie. Az országgyűlés kiadta a mentelmi jogát az ügyészségnek. Valami furcsoknál fogva lehet, hogy ő a saját gazdáit is meglopta, és nem csak az uniós és magyar adófizetőket. Előbb-utóbb várhatóan el fogják ítélni. Itt van sok gazdtevő, sok bűnöző, ezeknek egy része saját zsebre dolgozik, egy része más zsebét gyarapítja, és Kósa Lajos sétálgat, kér kommunikációs tanácsot Rogán Antaltól, akinek mindig van egy jó ötlete, például ha ki kell magyarázni, hogy miért helikopterezik szerény miniszteri fizetéséből, és akinek azt sikerült mondani, hogy 500 000 forintot minden középosztálybeli magyar család megengedhet magának egy kis helikopteres sétarepülésre. Hát nem tudom, ezek a fideszesek milyen országban élnek, nem tudom, hogy elhiszik-e azokat a statisztikákat, amiket saját maguk számára és persze a választók agymosását szolgáló propaganda számára készítenek, de ez elképesztő, hogyha tényleg ebben a világban élnek, ahol az a képzet leledzik bennük, hogy havi 500 000 forintot elszórni egy helikopteres utazásra, az minden középosztálybeli magyar családnak belefér. És akkor elmondanám, hogy a magyar családok több mint felének egy hirtelen jött 70 000 forintos kiadás fedezése is gondot okoz, erre vannak ugyanis nemzetközi mutatószámok. Nagyon sokan vannak ebben az országban, 4-5-6 millió ember, akik hónapról hónapra élnek, akiknek nincsenek érdemi tartalékaik, és amíg Rogán Antal egyes hírek szerint vigyorog az irritáló fejével, egyes hírek szerint a 12. milliárdját ünnepelte nem olyan régen egy buliban, amit ugye a letelepedési kötvényből és hasonló ügyletekből lopott össze magának. Szóval ez a Rogán Antal bírja azt mondani a milliós táskáival és öltönyeivel, hogy 500 000 egy helikopterezésre, az belefér mindenkinek. Igen, itt néhányan az 5 milliós fizetéseket emlegetik, ott ül a pulpitus félig takarásában, próbál kicsit kihajolni, a bal szélen Süli János, a paksi bővítésért felelős miniszter. Egyrészt, hogy egy ilyen ügynek Magyarországon külön minisztere lehet, annak a paksi bővítésnek, amelyet az emberek többsége és gyakorlatilag a szakma egységesen elutasít. Szóval ez a Süli János is 5 milliót keres. Amikor béremelésekről beszélnek, akkor például Süli Jánosnak sikerült 350%-os béremelést intézni. Az a baj, hogy a magyar dolgozóknak viszont nem jött össze az ilyen mértékű béremelkedés. Éppen tegnap mondta el Mellár Tamás, akinek a korábbi központi statisztikai hivatal elnökként, azt hiszem senki nem kérdőjelezheti meg a szakértelmét, hogyha a nemzeti számlákból számítjuk ki a munkabéreket, vagyis nem csak az 5 főnél nagyobb vállalatoknak az adatait veszük figyelembe, akkor az derül ki, hogy 2010 és 2017 között összesen 14%-kal emelkedtek a reálbérek. Nem 50%-kal, meg miket terjesztenek itt. Azt jelenti, hogy évi 2% körüli béremelkedés volt valójában ebben az országban. Tehát az a fényes reálbér robbanás, amit regélnek a fideszesek, az olyan messze van a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől. A magyar dolgozók továbbra is alulfizetettek, nem csoda, hogy egyre többen mennek külföldre dolgozni, és nem csoda egyébként akkor sem, amikor bevezették az egykulcsos adót, és eltörölték az adójóváírást, talán még sokan emlékeznek rá, 12-15 000 forint volt havonta, amit visszakaptak az alacsony jövedelmű dolgozók. Az egykulcsos adó azt jelentette, hogy a kis és közepes keresetűektől megvonták ezt az adójóváírást, emelték az ő tényleges adókulcsukat. Tehát amikor a Fidesz adócsökkentésről beszél, akkor igen, a nagyvállalatok számára csökkentette az adót 19-9%-ra, de az emberek számára adót növelt. A magyar munkavállaló adóterhei 2010 óta masszívan növekedtek, a bérek pedig alig nőttek. Ebben a helyzetben akarnak még egyet csavarni.
a présen, és még szorosabbra vonni a zablát, amit a magyar dolgozók szájába erőltettek. Végtelen kiszolgáltatottság van ebben az országban, és ha azt hiszik, hogy itt van egy olyan munkavállalói öntudat, hogy nemet mondhat valaki a főnökének, amikor a 400 óra túl munkát rendeli el neki, hát akkor az rettentően téved. De Szabó Timának van valami új információja a közönségnek? Ja, nem annyira új információ, csak érdemes rázumolni egy kicsit Orbán Viktorra, aki először nagyon nyugodtan üldögélt most, de most a gesztusaiból ítélve egyre idegesebb, és egyre idegesebben hadonászik ott Semény Zsoltnak is valamit. Nem értjük, hogy mit mond, de mutogat a pulpitus felé, és egyértelműen látszik a mozdulataiból, hogy most már nem olyan nyugodt, mint az első kettő percben. Úgy tűnik, hogy a házvezetés mégsem tudott semmit kitalálni egyelőre arra, hogy hogyan akadályozza meg az ellenzék ellenállását, és hogyan szavaztassa meg ezt a köztustalan szolgatörvényt. Továbbra is itt maradunk, és itt maradunk, ameddig. Már német Szilárd sem mosolyog, már lesz, lefagyott a rezsiszilárdnak is a képéről. Nem látszik, hogyha nem látszik. Sajnos zoomolni nem tudok, ahogy Szabó Tíma javasolta, de ott a patkó legvégén, ott izeg mozog, igazgatja a zakóját, nyalogatja a szája szélét, gondolom, és csak azért nem rángatja a nyakkendőjét, mert nincsen rajta. Semmi Zsoltot nem lehet az ájkatos ábrázatából kizökkenteni, ő folyamatosan ugyanazzal a mosolyjal kíséri végig ezt, ahogy egyébként minden mást is. Nevezzük ezt. Ugyanezzel az ájtatos ábrázattal lövi szét az összes házi állatot Svédországban. Hát a Semjén Zsoltnál egytől kell tartani, hogy 10 éven belül nem lesz Mikulás, mert Semjén Zsolt kilövi az összes rénszalmat, és nem lesz, aki hozza a gyerekeknek a Mikulás csomagot, úgyhogy szerintem óvatosan ezzel az emberrel. Bizony, a Mikulásra veszélyes Semjén Zsolt, és hát a magyar dolgozókra is veszélyes, hiszen elfogadni készülnek a rabszolgatörvényt, most már több mint 5000-en nézik ezt a közvetítést, az ő kedvükért mondom el újra, hogy a rabszolgatörvény szavazását akadályozza az ellenzék. Azért csak ezt a néhány képviselőt mutatom, mert 4 különböző helyen állunk a vártán, hiszen ennyi felől lehet feljutni a pulpitusra, és a többiek is ott vannak, és a többiek is közvetítenek időnként. Nem akarok itt konfliktusba keveredni az országgyűlés ártatlan alkalmazottjával, aki nem szeretné, hogy ott fent legyünk a pulpituson, bár ennek is eljöhet még az ideje. De a lényeg az, hogy mindenki vagy molinózik az ellenzéki képviselők közül, vagy legalábbis az MSZP, a Párbeszéd és a DK képviselői tának a pulpitus lépcsőin. És hát remélem a jobbikosok is csak bevetésre várnak, hogyha erősítésre van szükség. Fentről pedig kollégáink követik az eseményeket, és tudósítják a dolgozónépet. A fideszesek közben továbbra is tanástalanul ücsörögnek. Azt hiszik, hogy elfáradunk, megunjuk, feladjuk. Ebben hiába bíznak. Most már fél órája akadályozzuk az ülést, ugye kicsit korábban keltünk, mint ők, és így nem tudták elfoglalni a pulpitust. Erre mondják, hogy korábban kellett volna felkelni ahhoz, hogy az ellenzéket átvágják. A mai napnak az a kérdése tehát, hogy meg lehet-e szavaztatni a fideszes mamelukokkal ezt a rabszolgatörvényt, vagy az ellenzék meg tudja akadályozni az erőszakmentes, békés polgári engedetlenség módszerével. Egyelőre nekünk áll az ászló. Most ismét mozgás van itt a pulpituson. A munkatársak konzultálnak, tanácskoznak. Láthatóan nem tudják, hogy mi legyen most. Kivételesen még az OB-gatásnak sincs semmi nyoma. De hát amikor itt a főnök, akkor mindenki próbál jól viselkedni. És most interjút ad Szabó Tíme a Kolozs Lajosnak. No, tehát továbbra is itt vagyunk az ülésteremben, és reméljük, hogy most már a Kossuth téren is gyülekeznek az emberek. Korábban az MKKS hirdetett oda demonstrációt, akciót, de azt hiszem, hogy egyik ráérő vagy magát szabaddá tenni képes állampolgárnak sincs vezényszóra szüksége ahhoz, hogy kimenjen a Kossuth térre, fogja magát és elzarándokoljon a nemzet főterére, ahogy ezt a fideszesek nevezik.
Most éppen nincs lezárva, éppen nincsen kordonnal körülkerítve, ahogy szombaton zárták le valami mondva csinált lengyel harmadvonalbeli jobboldali politikus látogatására hivatkozva, és így ki lehet jönni a ház elé, ki lehet jönni a Kossuth térre, én mindenkit bátorítanék erre. Hajrá, mutassatok erőt kint is, most itt bent az ellenzék végre egységes fellépéssel képes erőt mutatni. Legalábbis a baloldali pártok képviselői és néhány független lezárta a pulpitusra vezető összes lépcsőt, megakadályozzuk itt a fizikai jelenlétünkkel azt, hogy a levezető elnök, aki a mai napra egy KDNP-s úriember lenne, ha minden igaz, elfoglalja a helyét. Úgyhogy várakozó álláspontra helyezkedünk. Addig is arra kérek mindenkit, hogy kommenteljen és ossza meg ezt a közvetítést. A felsőházi termet kérdezik, és szerencsére ott nem tudnak megvalósítani egy parlamenti ülést. A Kossuth tériek már itt szerveződnek, azt látom, hogy... Hát kicsit az a felazúnálk a soraink, de én benne vagyok egy gyors villáminterjúban, hogyha megígéritek, hogy tartjátok itt a pozíciókat. Szerintem akkor... tartjuk meg, kérdezzük meg a miniszterelnököt, hogy mit van. Szabó Tíma, a Párbeszéd frakcióvezetője, megpróbál beszédbe legyedni az úgynevezett miniszterelnök, hát menjünk együtt. Én azt gondolom, hogy most... Én elsősorban közvetítek. Zizegés volt az ülésteremben, mert én általában mindenhol. Csak az adás kedvéért megmutatjuk közelről a Fidesz elnök. Ne. Fidesz elnök arcát megmutatjuk közelről, mert ritkán lehet ilyen zavarban látni. Itt vagyunk tehát. Kérdezzük meg, hogy milyen utasítást adott. Közelítünk Orbán Viktorhoz. Jó napot kívánok, pártelnök úr! Lehet tudni, hogy mi fog történni most, meddig? Álljunk a pulpituson. Hát arra figyeljenek, hogy jogszabályokat olvassák az előtt. Azt megtettük. Mit gondolnak, hogy továbbra is hát szeretnék tolni ezt a rabszolgatörvényt, annak ellenére, hogy minden felmérés szerint a lakosság 85%-a nem támogatja ezt a törvényt. Főpésben elvégzem a képviselői munkámat. Igen, és miniszterelnök úrnak tetszik, tehát ő támogatja miniszterelnök úr aztán. Szívesen adok interjút önnek. Most éppen interjút ad. Jelzem, hogy 6000 ember nézi élőadásban van Orbán úr. Szívesen adok önnek interjút, csak úgy érzem, hogy most törvényt kell alkotnunk. Hát törvényt kéne alkotnunk, csak nem ilyet. Tényleg, miért nem a kormány nyújtotta be a rabszolgatörvényt? Miért szervezték ki 3 egyéni képviselőnek? De akkor egyelőre nem tudjuk, hogy mi fog történni most. Jó. Én most kérek egy interjút. Nincs mód. De hát ez a nyilvánosság legfőbb fóruma, közvetíti a parlament.hu is. Elkezdődött az ülés, a szavazás nem kezdődött el, 10-15-re volt meghirdetve a plenáris ülés. Utasítja a miniszterelnököt? Az úgynevezett miniszterelnököt. De ő meg a maga főnöke pártelnökként. Hogy van ez? Most akkor ki az igazi főnök? Kocsis Máté lenne az új vezető? Hoppá! Na, hát legyen így, mert akkor... Ha ez így van, akkor szerencsére nem lesz elfogadva a rabszolgatörvény, úgyhogy ez egy igazán bíztató hír, és itt vannak az egri vagy budapesti nők és férfiak, akik addig is védték a kijáratot. Tudjuk, mi van odakint? Az országgyűlési őrség esetleg erre járt, nincs ilyen... Nincs friss, és... Igen. Mi kitartunk. Mi kitartunk továbbra is. Meller Tamás, hogy érzed magad, Tamás? Röviden jó, aztán nem annyira jó, természetesen. Mert azért ez egy nagyon különleges dolog, de hát most ebbe bele kell állni, azt mondom, mindenképpen. Most attól tartok, hogy most a kiestetésre fog rámenni itt a kormány oldal, hogy fáradjunk el, és akkor majd elhagyjuk ezt a... az űrhelyet, de reményeink szerint nem hagyjuk el. Hozunk 3 napi hidegén áll. De addig is szerintem jó lenne, hogyha egy kis továbbképzést tartanánk a Fidesz frakciónak, most úgyis teljes létszámmal itt vannak, hogyha mondjuk az ellenzék oldalra elkezdenénk nekik mondani azokat a tényeket, amiket nem voltak eddig hajlandók meghallgatni. Igen. Tóth Bertalant is kérdezem, az MSZP frakcióvezetője, ő vezényelte be gyakorlatilag a képviselőket ide. Most hogy állunk itt a vártán? Nem tudjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy kifárasztásunkra próbálnak rájátszani, mert éppen arra törekednek, de mi kitartunk, itt vagyunk az elnöki pulpituson. Nem akarjuk fölengedni az elnököt, nem akarjuk, hogy erről a rabszolgatörvényről szavazzanak. Itt van Orbán Viktor, egy néhány perc múlva meg fogom tőle kérdezni, hogyha
magyar munka lehetőség, a magyar munkások, akik cégekbe dolgoznak, vállalatoknál, azoknak a 83%-a elutasítja ezt a törvényt, akkor miért erőltet, hiszen ő maga mondta, hogy ő úgy kormányoz, ahogy az emberek akarják, ezért furcsájuk, hogy ezt a törvényt így erőlteti. De nincs ennek más oka, mint hogy igazá vált, hogy egy titkos paktumot kötöttek a multikkal, és az tőke nyugati tőkét szolgálja. Így is van, és nézzük akkor ezeket a kis kiszolgáló egyedeket. Megmutatom így darabról darabra, kik azok a Fidesz-KDNP-s képviselők, akik szeretnék megszavazni a rabszolgatörvényt. Kedves kollégák, képviselőtársak, integessetek az élőadás nézőinek. Itt vannak mindannyian, arcról arcra, névről névre, ismerjük őket. De szerencsére nem lesz olyan parlamenti jegyzőkönyv, ami azt mutatja, hogy kik szavazták meg ezt a gyalázatos törvényt, hiszen nem kerül mód, nem kerül sor szavazásra. Itt vannak, ezt a feljáratot is őrzik, és ezt a feljáratot is őrzik az ellenzékiek. Itt vannak a függetlenek, itt vannak a DK-sok, itt van Kocsisztaka Olivia a Párbeszédből, és hatalmas az ellenzéki egység. Mit üzentek, mit látni innen? Milyen a hangulat? Kérdezek, hogy milyen a hangulat a minisztereknek a miniszterek? Kényszeredett nevetgélést kaptunk Orbántól meg a Kocsis Máté nevezetű frakcióvezetőjüktől. Nem annyira magabiztosak. Nem annyira magabiztosak? A volt mi épes fiú, igen. Igen, a mi épben megbukott, hát a Fideszben nagy karrier vált rá. Így van. Olivio itt szervezi az ellenállást. Mi a helyzet itt? Hát most én vagyok itt az első sorban. Hát nyilvánvalóan elfogadhatatlan ez a törvény. Nem egyeztetek se a munkavállalókkal, se a munkaadókkal. Behozták a multi cégeknek a javaslatát változatlan formában ide a parlamenthez. Ezt akarják most elfogadtatni. Ezt próbáljuk megakadályozni minden eszközzel. Kitartunk, amíg lehet. Most már lemondtuk a délutáni programokat, valószínűleg az esti programokat is hamarosan lemondjuk. Egyőre próbáljuk biztosítani majd az ellátást, hideg élelmet, frissítőket. De hát ha kell, akkor majd nem tudom milyen idő van itt este a parlamentben, hálózsákkal is készülhetünk. Úgyhogy kitartunk, amíg kell, hogy megakadályozunk a törvény elfogadását. Szuper, néhányan úgy látom Vadai Ágnest hiányolta valaki. A jobbikosokat is, ők ezt a molinót feszítik itt folyamatosan. Hello! Megmutatom a molinótokat. Családok éve áthúzva, rabszolgák éve 2018. Köszönjük Fidesz! Stummer János, mondasz valamit annak a most már több mint 7000 nézőnek, aki velünk van itt az élő közvetítésben? Hoppá, megérkezett Latorca János, bocsánat! Egy kicsit most szitu van. Latorca János megpróbál feljutni az emelvényre, de hát ő lenne a mai levezető elnök. Megkísérelte, visszapattant. És sajnos János egy nagyon tisztességes úriember, de sajnos itt most nem tud átjutni. Alelnök úr. Jegyző úr, önnek biztosítani kellene a lehetőséget, hogy körüljussak. Nem én vagyok bárra beosztva jegyzőként szerencsére. A jegyző mindig jegyző. A jegyző mindig jegyző. Most is a törvényesség őreként. A így van. És ebben a minőségemben emlékeztetem, hogy jogszerűtlenül zárták le az általános vitát, tehát ezt a törvényt jogszerűen nem lehet elfogadni. Ebben természetesen az egyik tettestárs Kövér László volt. Orbán Viktor jól érzi magát. Annak ellenére, hogy kudarcot vallottak, tehát Latorca János, aki a mai nap levezető elnöke lett volna, nem tud felmenni a pulpitusra, hiszen ahogy látjátok, az ellenzéki képviselők minden feljáratot elálltak, és nem mozdulnak onnan. Azt hiszem, ez egy példás egység. A jobbikosok közben mutatják az üzenetet, hogy ez nem a családok, hanem a rabszolgák éve, hogyha Fideszen múlik. És közben... És ezek szerint ő nem tudja a számítógépbe betenni a kártyáját. Meglátjuk, hogy mi történik, hogy kitartja. Most már közel 8000-en nézik azt, hogy nem tud feljutni a már a kinevezett levezető elnök. Kövér László valamit csinál, felállt vezényel a fideszeseknek. Hopp, és közben cédulákat szórnak az LMP-s kollégák. Gyáva, 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 gyáva. Kövér László.
László beszélni próbál. A 26 hazáruló népellenes bűncselekményre készülő Fidesz-KDNP képviselő megnyomta a gombot. Úgy látszik, hogy megoldották technikailag, hogy a pulpitos igénybevétele nélkül levezessék az ülést. Diktatúra! Törvénytelen diktatúra! Törvénytelen diktatúra! Menjetek a helyetekre! Hagyják abba a népellenes bűncselekményüket. Nem értünk a diktatúra. Mivel az nem is házszabály ellenes, ott kellene ülnök, itt házszabály ellenes. Házszabály ellenes, csak a pulpitusról vezethet ülést. Teljesen házszabály ellenes, amit csináltok. Házszabály ellenes és törvénytelen, amit csináltok. Nem, nincs szavazás, törvénytelen és lehetetlen. Házszabály sértés követik el a rabszolgatörvény tárgyalása, illetve szavazási kísérlete során. Orbán Viktor a saját törvényeit sérti meg. Orbán úr, leállítja az ülést végre? Orbán úr, abba hagyja végre ezt a népellenes bűncselekményt? Most miért engem mutat? A propaganda miniszter el akarja takarni a... Nagyon jól szórakozik. Tehát akkor mégis Orbán úr most éppen 9000 embernek válaszol, és az emberek 5-6-oda ellenébe megy. Nem, emberek szemembe nézzen. Nézzen a szemembe.
valami zajlik. Ez házszabályellenes és törvényellenes. Ez diktatúra. Ide jutottál. Ebben a hitványságban veszel részt te is? Szóval részvétel. Nagyon szellemes vagy. 2015 szembe köpted volna a mai önmagadat. Elfogadhatatlan! Ne röhögtsél! Hosszan beszélgettünk. Ott van, üt itt a képviselő! Ott veri! Huhami Ágnes téri fizikai inzultus. Huhami Ágnes erőszakkal próbálják távol tartani az ülésteremtől. Pártelnök úr, magának ez is rendben van? Hogy a képviselőtársai fizikai erőszakot alkalmaznak egy ellenzéki képviselőnővel szemben? Orbán úr, magának ez rendben van? Magának ez oké? Tegyen rendet az emberei között, egy-kettőre! Mit csinálnak ott? Menjen oda és tegyen rendet! Mit csinálnak ott? Nem lehet szabadni! Jegyző nélkül nem lehet vezetni az ülést. Így van! Ezt mindenki tudja, teljesen törvénytelen. Az alelnök elmondja, más hogy miért törvénytelen az ülés. Ez teljesen törvénytelen. Jegyző nélkül nem lehet vezetni házat. Csak innen sem lehet. Teljesen sem a pulpitusú, de jegyző nélkül meg végképp ez kimondja a házszabály. Ami most itt történik, az egyértelműen törvényellenes. Ezek a törvények, amit fel akarnak fogadtatni, ezek nem léphetnek hatályba. Egyértelmű. Úgy látszik, bejöttek a testőrök. Elkezdtek aggódni Orbán pártelnök testi épségéért. Nem fogjuk bántani a miniszterelnöknek nevezett képviselőt. Ne féljenek, nem bántjuk. De rosszul érzi magát. Azt hiszem, most elég rosszul érzi már magát. Talán jó lenne abbahagyni ezt a szavazást Orbán úr. Most kéne leállítani, amíg nem késő. Amíg nem visszavonni kell ezt a törvényt, csak egyszerűen nem megszavazni. Ne szavazgasson a nép ellenében. Közben Latorcai János gond nélkül vezeti az ülést, darálja a mantráját, a fideszes droidok pedig gombnyomásra szavaznak, ahogy az kell. Nincs szavazás! Tilos! Nagyon nem vicces, amit csináltok. Vessetek véget ennek a kutya komédiának. Adjátok ezt abba. Jakab Péter beült közben a miniszterelnöki székbe. Nagyon helyesen. Hajrá Péter, csak itt tovább. Igen. Orbán pedig állít, mint egy faszent. És akkor mindenki csapja le az utolsó betűket, hogyha van kedve hozzá. Ezek a testőrei. Egyébként szimpatikus, professzionális fiatalembernek tűnnek, ezzel nincs semmi baj. Orbán Viktorral van a baj. Megremegtek a térdei. Szigorúan tilos, nemzetellenes, aki ezt a törvényt határozottan javasolja, hogy megremegtek. Kérem, hogy nem akarja a saját népét hátosulni.
Egy pillanatot, és... Nem sok. Fárú László hangra készül. Mint a rossz gyerekek, akiket sarokba állítottak. Hát igen, sarokba állítottuk őket. A nép nevében ideálltak a sarokba, ebbe a szűk kis parlamenti patkóba. Néhányan ülve maradtak, teljes a fejetlenség, nem tudják, hogy most mi legyen. Kósa Lajos, mint az egyik első számú elkövető, itt erkölcsi támogatást próbál nyújtani Orbán Viktornak. Már amennyire az ő esetében erkölcsről még beszélni lehetséges. Itt szórakoznak Gulyás Gergely, nagyon jól érzi magát látható, miközben a rabszolgatörvény megszavazására készülnek. Rogán Antal letörölhetetlen mosolyával, itt vigyorog. Itt az életben nem dolgozott, tehát nyilván nem érti, hogy mi a gond ezzel, nem volt valódi főnöke. Nem tudja, hogy mit jelent ez a rabszolgatörvény a gyakorlatban. És ezért próbálják megszavazni. Vannak a rabszolgatartóknak a bérencei, azok a Fidesz droidok, akik bármilyen törvényt megszavaznak élén Kövér Lászlóval. Nem tudják, hogy vigyázba kell állni, vagy szépen ülni a helyükön. Némi fejetlenség tapasztalható itt a kormánypárti vacsorokban. De hát látszik, hogy itt a vezércserén is gondolkodnak. Kósa Lajos elfoglalta a miniszterelnöknek fenntartott széket. Úgy látszik, Kósa váltja Orbánt, hogyha a nyugdíjba vonul, vagy valami másokból lemond a hatalomról. És most hátulról ellenzéki képviselők közelednek, síppal dobban Nádi Hegedűvel, akiknek a szabad mozgását akadályozni próbálják.
tehát személyi szabadság korlátozása forog itt fenn éppen, de meglátjuk. Aggódnak a szavazás miatt, aggódnak amiatt, hogy nem lesz többség, hogyha itt túl sok fideszes képviselő próbálja távol tartani az ellenzékieket. Vidáman haladnak előre, próbálják megszavazni a rabszolgatörvényt, próbálják teljesíteni az ipari lobbisták megrendelését, próbálják felemelni 400 órára az éves túlmunkakeretet, és 3 éves elszámolásra átállítani az eddigi 1 év helyett. Ez azt jelenti, hogy heti 48,5 órát lehet húzamosan dolgoztatni embereket Magyarországon, hogyha átmegy ez a törvény. Azt jelenti, hogy ezeket a túlmunkákat akár csak 3 évvel később fizetik ki, ha kifizetik egyáltalán, mert nem megy csődbe a cég. És közben itt azt hallom, hogyha tüntetni jönnétek, hamarosan meg lesz a Facebook esemény. Szóval gyertek addig is tüntetni a Kossuth térre. Példátlan, botrányos, törvénysértő az a szavazás, amit ma megpróbálnak itt a fideszes KDNP-s képviselők megvalósítani. Teljesen szabálytalan, hogyha így fogadják el a törvényt. Szabálytalanul zárták le az általános vitát, szabálytalanul vették le a napirend megváltoztatására irányuló ellenzéki módosítójavaslatokat, most pedig szabálytalanul vezénylik le a szavazást. Háromszoros törvénysértéstől sem riadnak vissza annak érdekében, hogy teljesítsék a megrendelőik akaratát, hogy kiszolgálják a nagy tőkét, és hogy a magyar emberek, a magyar dolgozók ellenében végigvigyék a rabszolgatörvény elfogadását. Orbán Viktor folyamatos törvénysértésben van, és az a helyzet, hogy ez fogja fémjelezni az ő kormányzását. Nem más, nem a propaganda által terjesztett hamis dicséretek, hanem az, hogy 4,5 millió ember ellenében néhány német multit kiszolgálva elfogadtatta a droid frakciójával a rabszolgatörvényt. Teljesen szabálytalanul, háromszoros törvénysértésbe keveredve. Fogalmuk sincs, mit csinálnak. Fogalmuk sincs, miről szavaznak. 150 szavazás van ma a ház napirendjén. Ezek a droidok pedig azt próbálják követni, hogy valamelyik nagyobb emberüknek a hüvelykúja az éppen fölfelé vagy lefelé mutat. Orbán Viktor itt mosolyog. Orbán Viktor, aki a kútfeje ennek, és aki nem legitim miniszterelnök a Magyarországnak 2011 óta. Latorcai János, az ülés levezető elnöke, az országgyűlés alelnöke a házszabályt megsértve, nem a pulpitusról, jegyzői segédlet nélkül vezeti az ülést. Ez is házszabálysértő, ez is törvénysértő. Orbán Viktor itt próbál intézkedni, de senkit nem nagyon tud meggyőzni semmiről. Legalábbis a magyar embereket nem tudja meggyőzni arról, hogy a rabszolgatörvény az ő érdeküket szolgálná. Az emberek 5/6-a a rabszolgatörvény ellen van, és mindössze 10-ből egyetlen ember, még annál is kevesebb az, aki egyetért a fideszes rabszolgatörvénnyel. Orbán úr nem sikerült az agymosás ebben a témában, Kocsis úr nem sikerült az agymosás ebben a témában, ezt nagyon csúnyán benéztétek erre, nagyon csúnyán ráfaragtok. Még nem tartunk ott a szavazásnál, még le lehet állítani ezt a folyamatot. Próbáljátok nyugalmat erőltetni magatokra, persze, de attól még továbbra is népellenes bűncselekmény, amire készültök. Vezényei ájt, Máté! Állítsd le ezt a kutyakomédiát! Úgy látszik, a gyenge láncszem sem törik meg egyelőre. Rogán Antal úgy áll, mint hogyha valami jó kabarét nézne, miközben emberek sorsáról döntenek. Vigyorognak ezek a szerencsétlenek. Ők se büszkék arra, ami történik. Szánalmas bábok Orbán és a német ipari lobby kezében. Mondjuk jól megfizetett bábuk, főleg, hogyha Rogán Antalra gondolunk. Ő a lelkiismeretét már rég eladta. Neki nincsenek ilyen típusú problémái.
lehet a többiekért sem aggódom, hogy rosszul aludnának. Megtörni a fideszes képviselők ellenállását. Most például Rétvári Bence az, aki nem tud gombot nyomni, mert lekötik Szabó Tina és Külhalmi Ágnes egy vitával, amiben megpróbálják meggyőzni arról. Uram, nem hagytak más lehetőséget nekünk. Nem hagytak más lehetőséget. Bocsánat, néha valami miatt nézetet vált a telefon. Közben az ellenzéki képviselők nagy része továbbra is védi a feljáratot a pulpitushoz, hiszen a pulpitus az egyetlen hely, ahonnan törvényszerűen le lehet vezetni egy parlamenti ülést. És a pulpituson nem csak a levezető elnöknek kell ülnie, hanem két jegyzőnek, egy ellenzékinek és egy kormánypártnak is ott kell lennie. De úgy látszik, mára lemondtak a pulpitusról, lemondtak a szabályos ülésvezetés lehetőségéről, és ezzel a harmadik törvénysértést is elkövetik a rabszolgatörvény áterőltetésének folyamatában. Először múlt hét szerdán, amikor törvénytelenül zárták le az általános vitát, aztán most hétfőn, amikor törvénytelenül vették le a napirendről a napirend módosító javaslatainkról szóló szavazást, amivel megakadályozhattuk volna, hogy szerdán napirendre kerüljön ez a elképesztő, aljas, népellenes törvény. És most harmadjára, amikor úgy rendeznek meg egy szavazást, hogy felrúgják a legalapvetőbb házszabályt, az ellenzéki képviselők a polgári engedetlenség eszközével megakadályozták az ülés szabályszerű megnyitását, és innentől kezdve, ami most történik, az, hogy Latorszai János onnan is úgy vezeti az ülést, ahogy, az egyértelművé teszi, hogy ezt a törvényt nem fogják tudni házszabályszerűen, törvényszerűen megszavazni. Ez nem lesz érvényes jogilag. Erre egyetlen munkáltató sem hivatkozhat majd, amikor megpróbálja elrendelni a 400 órás túlmunkát, vagy amikor megpróbálja bevezetni a 3 órás túlmunkaidő keretet. Az ellenzéki képviselők sipolnak, hírt adnak az eseményekről, próbálunk minél többeket arra biztatni, hogy jöjjenek ki a Kossuth térre, hogy legyen itt egy hatalmas demonstráció. Eközben a fideszes szavazógép az rendületlenül nyomkodja a gombokat. A mamelukok követik a kézjeleket és a bekiabálást. Teljesen törvénytelenül, és mégis valamiatt büszkének tűnő ábrázattal követik szolgai módon a parancsokat. Sajnos a közvetítés az csak ilyen függőleges üzemmódban megy, kérdezte az egyik kommentelő, hogy lehet-e viszintes képet adni. Erre most nincs technikai lehetőségünk, így tudják tovább venni más hírportálok. És szerencsére azt látjuk, hogy valami ötletelés zajlik ellenzéki oldalon. Hát ha meg tudjuk akadályozni a rabszolgatörvényt, hiszen ennek a törvényjavaslatnak a szavazására még nem került sor. Nem tudjuk pontosan, hogy a mai 150 szavazásból hol tartunk, melyik törvénynél vannak éppen, a vége felé van a rabszolgatörvény, úgyhogy még ha valamilyen csoda történik, akkor technikai vagy egyéb eszközzel meg tudjuk ezt akadályozni, és most egy jobbikos felmegy a pulpitusra, de nem azért, hogy az elektronikai rendszert valahogy működésképtelenné tegye.
úgyhogy itt nincs izgalom egyelőre. Ezek pedig itt állnak sorban továbbra is, mint a rossz gyerekek. Bokat, beleértve ebbe Orbán Viktort is. Szegény egy kicsit magányosan érzi magát, és védtelenül Kocsis Máté ezért gyorsan felzárkózott mellé. Úgy látszik, Gulyás Gergely és Semjén Zsolt védelme nem elég. Szükség van Kósa Lajosra és Kocsis Mátére is ahhoz, hogy egy kicsit komfortosabban érezze magát a pártának. De azért mondjuk ki, ez nem az ő napja. Ez nem az ő napja, most kezdődik az út a hosszú lejtő lefelé. Ott nyomja a gombot. Fogalmuk sincs, miről szavaznak, lapozgatnak ide-oda tanácsanul a kottában, de igazából azt remélik, hogy nem fogja elrontani a vezénylő Balla György az, hogy éppen mit kéne nyomniuk. Az történik, hogy a jobbikos kollégák mondták, hogy teljesen érvénytelen a szavazás, hiszen valahogy úgy állították a szavazógépet, hogy akkor is lehet szavazni, hogy nincs olyan kártya, ami hát ennyi szóval felfedve. Nézd meg, ott a kártyája. Itt a kártyája Rigg Lajosnak. Megnyomta a gombot, és villog a válasz. Tehát a táblán pedig látjuk, hogy három tartózkodás van, tehát azt jelenti, hogy kártya nélkül szavazhatnak a képviselők a mai választáson. Konkrétan technikai eszközökkel elkövetett csalás történik. Orbán úr, Kocsis úr, mit szólnak ahhoz, hogy elcsalták a szavazást? Most csalják el a szavazást. Kártya nélkül is lehet szavazni a gépi szavazáson. A név szerinti, elvileg név szerinti szavazáson kártya nélkül hogyan lehet szavazni? Orbán úr, figyeljen ide. Most 13 ezer ember néz most a szemébe éppen. Hogy gondolja, hogy a gépi szavazást elcsalják? Hogy lehet kártya nélkül szavazni? Hogy lehet, hogy a név szerinti szavazás nem lesz név szerinti, mert a kártya betétele nélkül érvényes szavazatot lehet leadni? Maguk konkrétan csalást követnek el technikai eszközökkel. A levezető elnök darálja azt a szöveget, mint a droid. Ez nem a levezető elnök felelőssége, ez a maguk politikai felelőssége. Hogy hol? Ezt a vitát, ezt nem kéne lefolytatni, fel kéne függeszteni ezt a komédiát. Most megvertük a vidincsapokat. Akkor sem eltegek. Pedig megpróbálták. Az eddigi törvénysértések semmik sem voltak ahhoz képest, hogy most konkrétan szavazásnál is csalást követnek el. Latorcai elnök úr, levezető elnök úr, csalás folyik, kártya nélkül is lehet szavazni. Maradj már! Rogán Anta játékos kedvében van. Latorcai úr, csalás történik, kártya nélkül érvényes szavazatot lehet leadni a mai napon. Technikai eszközökkel elkövetett csalás történik, ezért a levezető elnök felelős. Hiába játszotok itt bodyguardot Tónikám Gergőként, hiába a kártyájával tud csak szavazni a képviselő. A kártyájával szavaz a képviselő név szerinti szavazáson. Bejöttek a testőrök, ők is szavazhatnának? Hiányzik néhány fideszes voks, akkor beültettek random embereket? Ki tudja ezt ellenőrizni? Név szerinti szavazás kártya nélkül nem folyhat. Konkrétan választási csalást követtek el ebben a pillanatban is. Miért követnek el választási csalást itt az országgyűlésben? Orbán úr, miért követnek el választási csalást az országgyűlésben?
Ez egy azonnali kérdés, ha úgy tetszik. Nem kell rá két perces válasz. Az a probléma, az a probléma, miniszterelnök úr, hogy az ellenzéki pacsorokban nincs bedugva a képviselői kártya, és mégis lehet szavazni. Ez ugye nem megengedett. Ráadásul elég veszélyes is, hiszen valaki más megnyomhatja helyettem a gombot. Hát, mi figyelünk. Orbán Viktor szerint nagyon vicces, hogy választási csalást követnek el az országgyűlési voksolásán a rabszolgatörvénynek. Azt hiszi, hogy ezzel el lehet fogadni, át lehet erőltetni három törvénysért, és utána egy szavazási csalással a rabszolgatörvényt. Hát mondom, hogy nem. Itt az ellenállás, itt van Varjú László. Konkrétan választás rendje elleni bűncselekményt valósítanak meg. Házelnök úr, maga szerint rendben van, hogy választási csalást követnek most itt a szavazáson? Kártya nélkül érvényes szavazatot lehet leadni. Maga a házelnöke, maga szerint az rendben van, hogy a kártya behelyezése nélkül lehet szavazni ezen a gépi voksoláson? Ez konkrét törvénysértés. Úgy lehet bárki számára szavazatot leadni, hogy nincs bent a képviselői kártya. Dokumentáltuk a csalást, maguk ezért bíróság elé fognak állni. Ezt a rabszolgatörvényt és a mai szavazásokon szereplő törvényeket nem lehet törvényesen elfogadni. Mi a válasza? Szerintem meg maga csalást követel, illetve asszisztál a csaláshoz. Házelnökként ez a maga szégyene, rá fog égni. Ezt fogják magára a történelemkönyvek feljegyezni. Nem az, hogy pózol a parlament.hu-nak a nyitólapján, hanem az, hogy egy szavazási csalást vezényeltek le a maga asszisztenciája mellett. Mikulásra egy kicsit elkestem, csoki. Nagyon kedves, nagyon szellemes. Köszönöm szépen. Kiváló tréfa volt. Tehát magának ennyi egy választási csalás, hogy ad egy Mikulás csokit. Elképesztő. Elképesztő ez a cinizmus, elképesztő ez az arrogancia. Kövér László a házelnök gond nélkül azt mondja, hogy nem zavarja, hogyha csalás folyik a házban, nem zavarja, hogyha törvénytelenül folyik a szavazás, nem zavarja, hogyha elektronikai eszközökkel hamisítják meg az országgyűlési szavazásnak az eredményét, és nem egy esetben, hanem a mai napon 150 esetben, nem zavarja, hogy házszabály ellenesen zárják le a vitát, hogy nem módosítják a napi rendet, de még szavazás sem hajlandók erről elrendelni, hogy az üléslevezetés az minden szabály ellenében történik, hanem azt mondja, hogy belefér a választási csalás is. Tehát akkor ezt dokumentáltuk, a bíróság a bizonyítékainknak jó hasznát fogja venni, és közben itt ellenzéki képviselők mutatják a kártyájukat, akkor még egyszer megmutatom én is, hogy miről van szó. Ez itt az én helyem. Ez itt az én képviselői igazolványom. Ezzel lehetne szavazni, és most anélkül, hogy be lenne dugva, nyomok egy tartózkodást, és ott villog a tartózkodás. Egy tartózkodó szavazat fenn van a táblán, az én voltam, miközben a kártyám itt volt végig a kezemben, nem pedig ebben a nyílásban, ahol neki lennie kéne. Kártya nélkül lehet szavazni, ez a gépi szavazás népszerinti szavazásnak minősül, tehát hogyha nem sikerült biztosítani a népszerinti szavazásnak a feltételeit, akkor törvénytelenül fogadják el mindazokat a törvényeket, amelyeket ma megszavaz az országgyűlés. Orbán Viktor, Kövér László, Latorcai János és a komplett Fidesz-KDNP frakció részesei, elkövetői egy választási csalásnak. A választás rendje elleni bűncselekmény miatt fognak felelni. Ez a 150 szavazás, ami ma a házban lezajlik, egytől egyig érvénytelen és eredménytelen, hiszen törvénytelen. Ez alapján semmilyen joghatósága nem keletkezik senkinek és semminek, egyetlen hatályos törvényt sem lehet ennek alapján kihirdetni. Itt van néhány jogászember. Most már az arcukra van írva azért, hogy mit gondolnak erről az eljárásról. Mit gondol mondjuk az igazságügyi minisztérium vagy a belügyminisztérium egy-egy államtitkára? Rendben van, hogy választási csalással tolják végig ezeket a törvényeket a házon? Választási vagy szavazásról beszélünk. A mostani szavazásról. Választást. Azt választják, hogy lehet-e? Szabályt már többször tanácsolják. Aha, nagyon jó. Igen, és akkor lehet szavazási csalást elkövetni?
Egyébként a BTK szerint ez választás rendje elleni bűncselekvény. Aha, tehát akkor elismerte a csalást, köszönjük. Kontrát úr, maga szerint is rendben van, hogy kártya nélkül lehet szavazni a mai napon? Gyakorolhatja képviselő jogait. És tájékoztathatja például a választópolgárokat arról, hogy maga szerint rendben van-e, hogyha csalással szavazzák meg a mai törvényjavaslatokat. Tehát akkor lehet csalni? Maguknak lehet csalni? Gépi szavazásban lehet csalást elkövetni? Nem van a kártyája? Vagy fogalma nincs, mert úgyse számít. Én most szavaztam a kártyám behelyezése nélkül. Végig dokumentáltam. Itt van a képviselői kártyám, és bárki megnyomhatja azt a gombot ott az asztalomnál. Jó napot, magának is jó napot. Mit válaszol erre? Számítom. Aha, tehát semmit, nincs válasza. Dehogy is nincs. Foglaljon a helyet, gyakorolják a törvényesen a képviselő jogaikat, ne éljenek vissza. Tehát az a szavazási csalás, amit most elkövetnek, az a maga részéről rendben van, ezzel kapcsolatban nem emel szót. Nem meri kimondani. Azt sem meri kimondani, hogy nincs csalás. Ez elképesztő. Ez elképesztő. Én nagyon sajnálom, hogy például az országgyűlési hivatal a munkatársainak egy ilyen botrányhoz, egy ilyen szavazási csaláshoz kell adniuk a munkaerejüket. Én egyébként helyükben felállnék és kivonulnék. Ezzel lehet talán a legjobban demonstrálni, hogy ami így zajlik, az teljesen vállalhatatlan. Törvénysértésben vannak. Ellenzéki egyeztetések folynak. Kérdezzük meg akkor az úrtól, hogy olyat fel megcsinált. Csináljunk fel egy interjút. Nem közszereplő. Nem ő csinálja. Biztos? A csinálja is, csak utasításra teszi. A tényleges elkövetők. Meg lehet próbálni, igen. Arról beszél, hogy be kell egyszer a kormányhoz, nevetségesé válunk. Jó, jó. De aztán mi történik? Amíg itt kártya nélkül, képviselő igazolvány nélkül lehet szavazni, addig egyetlen érvényes szavazás sem bonyolódhat le a házban, addig nem szavazhatják meg sem a rabszolgatörvényt, sem a közigazgatási bíróságokról, vagyis a Fidesz bíróságok felállításáról szóló törvényt, semmit, ami a mai napra szavazásra volt kitűzve a törvényjavaslatok közül. Ezek a fideszes képviselők gond nélkül végig szavazzák ezt a csaló folyamatot. Nézzük meg! Hoppá, közben valami miatt engem lehet látni. Megpróbálom Gurmai Zitára rakni a fókuszt. Megdöbbentő, ami zajlik a Magyarországgyűlésben, tehát tulajdonképpen a fideszes vonatják és vonatják azokat, tulajdonképpen Orbán Viktorhoz csak azt a gombot nyomják, ami éppen neki kedvező. Egészen megdöbbentő, hogy a fideszesek jelentős része tulajdonképpen Orbán Viktor tekinti munkáltatóikat, és tulajdonképpen Orbán Viktor azt mondja, hogy ennek az egész országnak olyan munkáltató, és a családok évében döbbenetesen tartom azt, hogy ez a 400 túlórában tulajdonképpen elfelejtették, hogy a családban a nőre még több nehézség, még több probléma fog hárulni, hiszen azzal, hogyha sokkal többet kell túlórázni, tulajdonképpen a család egészen szétesik, arra nem is beszélve, hogy kinek lesz kedve újabb gyermeket találni, amikor tulajdonképpen az eltartás a cél. Az Orbán kormány ezzel gyakorlatilag beismerte, hogy olyan sokan hagyták el az országot, hogy kénytelenek túlórázni kapni, amíg itt van az a kormány, és valóban nem véletlen kapta ez a törvény, a rabszolgatörvény nevet, mert pontosan tudjuk, hogy Orbán Viktor igazi hűbér úr és a saját népét rabszolgaként kezeli. Meg kell nézni, hogy csak a saját kedvelésének él. Nézzük meg, hogy kisvasutat építünk, stadiont építünk, mindent, ami a férfiaknak a játékszere, mondhatni a helyet, hogy egészségügyet építeni a helyet, az oktatást rendbe tenni. Tulajdonképpen Orbán Viktor szétvert ezt az országot, és most Európát akarja szétvenni. Állítsuk meg Orbán Viktor, állítsuk meg a rabszolgatörvényt. Gyertek ki a Kossuth térre! Ezt a példát, a botrány tényleg csak az emberek erejével lehet lereagálni. Látszik, hogy elképesztő, ami zajlik az országgyűlésben. Észak-koreai módszerekkel szavaznak. Az ellenzéki képviselők szavazógépei anélkül működnek, hogy a kártyánk betlene. Orbán Viktor pedig Rákosi Mátyás megszégyenítő módon diktátorként vezényli ezt a szavazást. Nem csak itt a parlamentben, hanem az utcán is ki fogunk állni mindenkit, mert Magyarországon 2018. december 12-én végleg elérkezett a diktatúra. Ez szégyen és minden eszközzel tiltakozni fogunk ez ellen. Itt szavaznak törvénytelenül a miniszterek és államtitkárok.
Tehát ez törvénytelen, érvénytelen. Próbáljuk elmagyarázni Szijjártó Péternek, nem tudom, hogy a kognitív kapacitásai lehetővé teszik-e, hogy felfogja azt, hogyha kártya nélkül lehet szavazni, akkor az nem minősül szabályszerű név szerinti szavazásnak, tehát az egy konkrét csalás, valószínűleg a választás rendje elleni bűncselekmény. Úgyhogy aláír még néhány papírt, amit az orra alá toltak, ennyire érdekli a dolog. Akkor még egyszer megmutatom, hogy mi a probléma. Itt a képviselői kártya, anélkül, hogy bent lenne, a saját helyemen, itt a Párbeszéd egyik székén szavazhatok. Vége a szavazásnak, érvénytelen tartózkodást sikerült leadni, egy tartózkodó szavazat, az én voltam, és közben még egyszer mutatom, itt a kártyán, annak a kártyának pedig ebben a lyukban kéne lennie. Tehát, hogyha nincs bent a kártya, akkor nem lehet tudni, hogy ki szavaz, nem lehet törvényesen szavazni, ez nem egy név szerinti szavazás. Megkérdezünk még néhány fideszes képviselőt. Képviselő úr, az önválasztóit is biztos érdekli, hogy egy ilyen csalással elkövetett szavazást maga a legitimnek talál-e. Tehát az, hogyha kihúzza a kártyáját, ugyanúgy szavazhat Zsigó Róbert, mint anélkül, az rendben van-e vajon? Köszönöm szépen a kérdését, menjen dolgozni. Éppen a munkámat végzem, népképviseletet folytatunk. A nép az nem maguk mellett áll ebben az ügyben, maguk a rabszolgatörvényt akarják megszavazni a dolgozók ellenében. 5/6 utasítja el ezt a törvényt. Maga pedig egy szavazásban elkövetett csaláshoz asszisztál. Úgy látszik, tudatában van ennek, és nem zavarja. Mindenki társtettes, azért ezt rögzítsük. Mindenki társtettes. Frakcióvezető helyettes úr, tudja, hogy most csalás zajlik itt az országgyűlésben, ugye? Próbálja ki, húzza ki a kártyáját, és úgy is fog tudni szavazni. Nem név szerinti szavazás zajlik. Törvényte... Most bizonyítottam be. Igen, mit üzen a választóknak? Mondja be. Nem dolgoztok, hanem kiszolgáljátok a megbízóitokat. Droidok vagytok, nem képviselők. Tehát akkor próbáld ki, húzd ki a kártyádat, és nyomd meg a gombot, pont ugyanannyit fog érni. Gondolkozzon egy kicsit, és rá fog jönni, hogy nincs igaz. Igen, akkor húzza ki a kártyáját, frakcióvezető helyettes úr, és megmutatom, hogy igaza van. Megmutatom, hogy igazam van. Kivételes eset lenne, hogy önnek igaza van, de most sincs. Most is. Húzza ki Balla György a kártyáját, és meglátja, miről beszélek. Húzza ki a kártyáját, és bebizonyítom, hogy igazam van. Most dokumentáltam videófelvétellel, 10000-ek látják ebben a pillanatban is, hogy maguk egy elektronikus eszközökkel elkövetett szavazási csalást követnek el. Nem az a kérdés, hogy melyik gombot nyomták meg, hanem az, hogy kellett-e ehhez a képviselői kártya, vagy bárki, aki erre jár, megnyomhatta azt a gombot. Látszik, Balla Györgynek is rendben van, hogy meghekkelik a szavazást, konkrétan elcsalják ezt az ügyet. Kérdezzük meg a ház alelnökét, Lezsák úr, minden tiszteletem. Mit szól ahhoz, hogy itt egy elektronikai eszközökkel elkövetett csalás történik, hogy képviselői kártya nélkül is lehet szavazatot leadni? Az országgyűlés alelnöke szerint az rendben van, hogy a képviselői kártya hiányában is le lehet adni a szavazatot? Videófelvétellel dokumentáltuk tehát a tényeket kár vitatni. Azt kérdezem, hogy az országgyűlés alelnöke rendben van-e azzal, hogy itt egy jól dokumentált szavazási csalást követnek el? Lezsák úr, kérem, válaszoljon! Az országgyűlési jegyzőjeként, a törvényesség őreként felhívom a figyelmét arra, hogy most csalást követnek el, úgyhogy legyen szíves, lépjen közbe és akadályozza ezt meg, hogy a továbbiakban is folytassák. Lezsák úr? Oké. Rendben van. Ő is bátor. Húham Jágnes elég egyértelműen fogalmazza meg az üzenetet. Rabszolgatartók és fűszó. Továbbra is rendben a csalás, Orbán úr. Most szavaztam másodjára kártya nélkül. Ezt magyarázza már meg nekem. Ez hogy lehetséges? Tényleg? Csalással szavazzák meg ezt a törvényt? Mi úgy tudjuk, hogy
országgyűlésben képviselők. Az országgyűlési képviselők a kártyájukkal igazolják, hogy ők országgyűlési képviselők. Most jöttek be Orbán Viktor testőre, ők is itt voltak. Nem képviselők, nincs kártyájuk, szavazhattak. Nem képviselők szavaznak. Ki tudja? Ki tudja? Kamerával mindig követni. Aha. Tehát semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy a gomnyomás az kihez tartozik. Aha, értem. És ez alapján fogják akkor maguk szépen visszakövetni, nyilvánvalóan. Ha valaki akarja visszakövetni. És akkor ez törvényes, az, hogy nem a pulpitus, hanem az, hogy jegyzők segítsége nélkül, az, hogy az elektronikai szavazási rendszer meghekkelésével folyik ez a szavazás, az maguk szerint törvényes. Az állampolgári engedetlenség keretébe tartozik, legfeljebb szabálysértést jelenthet, de nem bűncselekmény. Ellentétben a választás rendje elleni bűncselekmény, az egy nagyon-nagyon komoly tényállás. Szerintem ezt jogászként jobban tudja államtitkár úr. Melyik hatóság? Pót Péter, vagy melyik hatóság? Az egyiket, az alkotmánybíróság, az ügyészség. Az ügyészség. Nagyon szoktunk örülni, amikor Pót Péter, a Fidesz bámbúja dönti el, hogy Magyarországon mi az, ami törvényes, és mi az, ami törvénytelen. Próbáljuk ki, hogy vajon például egy EP képviselői szavazhat-e, vagy azért ez már túlzás. Soron következik az egyes migrációs tárgyóhoz kapcsolódó törvények módosításáról szóló tépen 3366-os számú törvényjavaslatot. Okay. Legalább az EP képviselők nem szavazhatnak. És a záró szavazat. A törvényalkotási bizottság összegző módosító javaslatát tépen 3366-ban. Nézzük, hogy szavaz itt ma Mihály. 10-es számú terjesztő. Fülesbe súgják neki, hogy melyik gombot kell nyomni. Ugye a gombon. A jobbik képviselőcsoportja. Kihúznak a kártyát, pont ugyanúgy leszavazhatnak. Nézzük. Az egyetlen pozitív dolog, hogy Jeltolmács is kíséri az eseményeket, és tudósítja a szavazásról a hallássérült fideszes képviselőt. Tamás, mi a helyzet? Hogy látjátok itt a tényállást? Törvénytelen az ülés, tehát nincs mese. Hát itt van a szavazókártyám, is tudok szavazni. De hivatalosan én nem vagyok jelen. De a szavazás szerint meg jelen vagyok. Ha nyomok egy tartózkodás, meg fog jelenni. Innentől kezdve én mindenhol gombot nyomok, hogy ezzel demonstráljuk, hogy ami történik, az törvénytelen. Akármit csinálnak a rabszolga törvényen, megnyomjuk a gombot, és törvénytelen lesz. Tehát itt van egy véletlenszerű képviselői hely, nem az enyém, ugye? Ezt megerősíthetjük. Megerősítjük, hogy nem az enyém, és mégis úgy látszik, hogy a következő szavazásnál eltakarva akár a gombot. Bocsánat, itt közben operatív információk hangzottak el. Nyilván kormánypártiak is követik ezt az ülést, nem akarjuk elárulni, hogy éppen mi készül. Hoppa, már megint engem lehet látni, ez igazán nem szándékos. Nézzük meg, hogy lehet-e például Tóbiás József nevében szavazni. Nincs bent a kártyája, azt mondja, szavazás következik. Most az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő 11. Ugyanúgy működnek a szavazógépek, mintha bent lennének a kártyák, hogyha pedig most megnyomnám a gombot, akkor egy másik képviselő helyett egy másik képviselő nevében szavazhatnék. Természetesen ez bűncselekmény lenne, úgyhogy ilyet nem teszek, de amikor azt mondják, hogy majd kameráról visszanézik, hát csak annyit mondok, hogy letakarom. Letakarom a kezemmel. Letakarom a kezemben, nem látják, hogy megnyomtam-e valamelyik gombot, innentől kezdve ez is egy érvénytelen szavazás. Most egy kicsit átadom a tudósítást kollégámnak, csak egy pillanatra, aki így most két telefonnal fog. Sziasztok! Külön szavazásra tartalmilag összefüggő egyszerű többséget igénylő 3., 10., 12., 13., 15. és 22. pontjairól határozott. Kérdezem ezért a tisztelt országgyűlés, tehát szóvalják, a tépen 3360-ban megkívesz a számú összegzőmódosító javaslat egyszerű többséget. 12., 13., 15. Tehát még egyszer, a fideszesek teljes lelki nyugalommal, némi kiabálás közepette szavazzák meg törvénytelenül ezeket az indítványokat. Orbán Viktor már némileg fáradtnak tűnik, talán a folyamatos törvénysértés az ő idegrendszerét is megviseli. Nem tudom, hogy érzi magát, vajon nyugodtan alszik-e ma éjszaka, vagy
adódnak még kellemetlenségei. Én azt szeretném, hogyha minél előbb, minél nagyobb tömeg gyűlne összét a Kossuth téren, hogy egyértelmű jelét adja a magyar nép annak, hogy ezt nem tűri tovább, nem fogadja el, hogy háromszoros törvénysértéssel, egy szavazási csalással fogadják el a rabszolgatörvényt, fogadják el a Fidesz bíróságok felállításáról szóló törvényt, és mindazt az aljasságot, amit a ma megszavazott több mint 40 törvényjavaslatba beleírtak. Szijjártó Péter röhögcsél, apá, mondom Szijjártó Péter, Ruhalmi Ágnes pedig Ficsóval ad nyomatékot az üzeneteknek, behasaltatok a multiknak, rabszolgatartók vagytok, ez így igaz. Kitartóan fütyül, a fülünk az már hasadozik, de ez a legkevesebb. Az ellenzéki páholyok tele vannak, az ellenzéki pacsorokból felálltak a képviselők, és próbáljuk csippal, dobbal, nádihegedül és a csalásra való figyelemfelhívással megakadályozni azt, hogy elfogadják a rabszolgatörvényt, hogy elfogadják a Fidesz bíróságok felállításáról, az úgynevezett közigazgatási bíróságról szóló törvényt. És hát úgy tűnik, hogy most már fel lehet menni, bocsánat, megint én vagyok, fel lehet menni ide a pulpitusra, hogy egy teljes képet kapjatok arról, hogy hogy néz ki ez a szégyenletes ülésnap. És közben szerveződik az ellenállás a Kossuth téren is. Én úgy tudom, hogy hamarosan megjelenik egy esemény a Facebookon, de Facebook esemény nélkül is, ki lehet jönni a Kossuth téren. A módosult Torszai János törvénysértő módon vezeti az ülést, ellenzéki képviselők fütyülnek, Orbán Viktor pedig ott szédeleg az asztala mellett, közeledik a rabszolgatörvény szavazása, de igazából sem a fideszes képviselők. Én a saját helyemben van egy másikat lesz ide nekem. Először ezekről határozik. A rettes számú módosító javaslatot teszem föl most, döntésre kérdezem a tisztelt országgyűlést. Fenntartja-e ezt a javaslatot? Kérem szavazzanak! Hadd kérdezzem meg itt a fideszes képviselőtársaimat, hogy most éppen mire szavaznak? A földforgalmi törvény. Földforgalmi törvény. És egyetértenek a földforgalmi törvény módosításával? Egyetértünk, köszönjük, de nem szeretnék a hülye gyerekkényére szerepelni, köszönöm. A kedves képviselőtársa, most próbáljunk ki valami nagyon izgalmasat. Húzza ki a kártyáját, így ez. Húzza ki a kártyáját. A legkevésbé sem akadályozom, mert hogy a kártya nélkül is lehet szavazni. Bármikor megnyomhatom itt a saját asztalomon a gombot. Ne akadályozom a szavazásban. Én nem akadályozom képviselőtársamat a szavazásban. Azt szeretném kérni, hogy próbálja ki egy fideszes képviselő is. Húzza ki a kártyát, és látni fogja, hogy úgy ugyanannyira érvényes szavazatot adhat le, legalábbis a szavazógép szerint. Kedves képviselő elfoglalta a pulpitust, és próbálnak a fideszesek lelkismeretére appellálni.
Varjú László most beszédet, de hangosításra nem számíthat, csak a saját hangerejére. Orbán Viktor elégedetten röhögcse, nyalogatja a szájszövet, támaszkodik, grimaszol, fireg forog. Nem sajnálom, hogy Latorcai János sem méltatlan helyzetbe került, de hát természetesen ő sem tud ellent mondani a saját főnökének. Hiába mondták azt tegnap a fideszesek a vitában, hogy bármikor azt lehet mondani egy munkáltatónak, hogy nem akarom elvégezni a túlmunkát. Nyilván most is jobb lelkiismerete ellen cselekszik úgy, ahogy cselekszik. Orbán Viktor megrendelésére, Kocsis Máté megrendelésére, Kövér László asszisztálásával úgy látszik, hogy a fideszeseknek már nem csak a lelkiismerete tűnt oda, hanem a jogérzéke is. A sok jogvégzett fideszes nem fogja fel, hogy most éppen törvénysértés követnek el. Meghekkelték a gépi szavazás rendszerét, és az a személyi szavazás, ahol beazonosítható minden egyes képviselő voksa, az most ellehetetlenült. Hiszen a képviselői kártya nélkül is bárki megnyomhatja bármelyik képviselői helyen a szavazógombot. Többször bebizonyítottuk ezt már, számos dokumentum igazolja, hogy csalással szavazzák meg mindazokat a törvényeket, amiket ma szavazásra tűztek. Még egyszer mutatom, itt vagyok a saját helyemen, itt a párbeszédes sorokban, és egy tartózkodást. Végül a szavazásnak erről lemaradtunk. Tehát akkor mutatom még egyszer. Itt a kártyám. Nem dugom be a nyílásba. Nem dugtam be a nyílásba a képviselői igazolványt, amivel szavazni lehet egyedül törvényesen. És mindjárt megnyomunk egy gombot, hogyha elkezdődik a szavazás. Ki van írva a nevem. Itt van mellette a képviselői kártyám. És mindjárt megnézzük, hogy amikor szavazás lesz, akkor vajon le tudok-e ismételten érvényes szavazatot adni. 72. és 73. pontjairól külön szavazás kezdeményezett. Először határozott az összegző módosító javaslat minősített összeget, így működéseiről, majd a külön szavazásra két pontokat. Ezután döntünk az összegző módosító javaslat további pontjairól. Most És akkor mutatom még egyszer, itt a helyem, itt a kártyám, és hamarosan teljesen házszabály ellenesen tudok érvényesen szavazni. Mondjuk most egy nem gombot nyomunk meg, ott látszik, villog a szavazatom, nemmel szavaztam erre a törvényjavaslatra, és ott van, kettő nem szavazat született, ezek közül az egyik én vagyok. A helyzet továbbra is az, hogy aki erre sétál, bármelyik képviselő padjában, bármelyik gombot megnyomhatja minden következmény nélkül. Ez természetesen nem lenne szabályos, nem csinálunk ilyet, de nem lehet egy ilyen szavazást törvényesen lebonyolítani akkor, hogyha nem egyértelműen beazonosítható, hogy melyik szavazógombot kinyomta meg. Ezek név szerinti szavazások, márpedig ami most történik, az nem teljesíti a név szerinti szavazásoknak a törvényi kritériumait. Orbán Viktor
meg vidáman mosolyog ezen. Neki a törvénysértés nem gond. A negyedik törvénysértés most már rabszolgatörvény elfogadásának folyamatában. Emlékeztető még egyszer, törvénytelenül zárták le az általános vitát, törvénytelenül vették le a napirendről azokat a napirendmódosító javaslatokról szóló szavazásokat, amelyek 2925 különböző indítvány formájában megakadályozták volna, hogy a rabszolgatörvény a mai napirenden szerepelhessen. Törvénytelen volt az, hogy nem a pulpituson, nem jegyzők jelenlétében vezeti az ülést a levezető elnök, és végül szavazási csalással a választás rendje elleni bűncselekményt jó eséllyel elkövetve folytatják le ezt a szavazást, amelyek között ott van a rabszolgatörvényről szóló szavazás, ott van a Fidesz bíróságok felállításáról, másnál a közigazgatási bíróságokról szóló szavazás is. Tehát a Fidesz a saját törvényeit megszegve törvénytelenül csalással fogadja el a rabszolgatörvényt, és a többi népellenes, a Fidesz hatalmát bebetonozó, vagy a multikat kiszolgáló javaslatát. Ez egyértelműen bűncselekmény. Azok a Fidesz-KDNP-s képviselők, akik ehhez asszisztálnak, mosolyogva, ásítozva, vagy feszült arccal, azok mind törvénysértést követnek el. Ha van Magyarországon jogállam, akkor ezek a képviselők a bíróság előtt fognak felelni a tetteikért. Természetesen tudjuk, hogy Magyarországon nincs jogállam, hiszen Polt Péter a legfőbb ügyész, aki korábbi fideszesként semmi más nem csinál, mint a Fidesz bűnözők érdekeit védi a legfőbb ügyész pozíciójában. Ezzel ő maga is törvénysértést követett. Természetesen egyszer egy rendszerváltás után ez mind megtorlásra fog lenni. Jogi elégtételt fogunk venni. A jogállam helyreállítása után ezek az emberek felelni fognak a tetteikért, felelni fognak a mai tetteikért is. Most szavaznak a közigazgatási bíróságokról, vagyis a Fidesz bíróságok felállításáról. Most szavaznak a közigazgatási bíróságokról. Harangozó Tamás, tudsz mondani néhány szót ezekről az úgynevezett közigazgatási bíróságokról? Mit jelent, ha most ezt törvénytelenül elfogadják a fideszes képviselők? Ha van a munkatörvénykönyve mellett olyan disznóság, amit minden magyar állampolgár a saját bőrén fog érezni, akkor ez az emberség. Pontosan tudjuk előre, hogy nagy valószínűséggel az a Patyi András lesz a független közigazgatási bíróságok vezetője és egyszemélyű hatalma is ura, aki egyébként bocsánatot kért az itt álló Orbán Viktortól azért, mert megmerte büntetni a magyar törvények betartatása során. Egyszerűen elképesztő. Mindenki készüljön fel lelkileg. Bármilyen döntést vele szemben a magyar kormány bármelyik szerve fog hozni, és az neki nem tetszik, akkor ennek a törvénynek, ennek a bíróságnak az eljárása során kérhetne magának egyébként igazságot, tehát mindenkire rábízom, hogy Patyi Andrással és ezzel a fideszes bírósággal egyébként kap-e igazságot majd Magyarországon. Köszi szépen! Most a különböző ehhez kapcsolódó módosítókról szavazunk, hogyha jól követem. És a végén következik a záró szavazása a közigazgatási bíróságokról szóló, tehát a Fidesz bíróság felállításáról szóló törvénynek. Itt vannak ezek a mindenféle fideszes párt alkalmazottak. Ugye tudjuk, hogy Kocsis Máté frakcióvezető egyedül 600 embernek a munkáltatója. Csak a Fidesz frakciót, leszámítva a képviselő munkatársakat, egy 600 fős kiszolgáló személyzet látja el mindezzel a jóval. Természetesen a több tízezer minisztériumi dolgozó munkáján felül tudják igénybe venni ezeknek az embereknek a támogatását. És... merülőben van a telefonom, de van nálam egy powerbank, minden esetre felkészültünk. Rátolom, és akkor folytathatjuk a közvetítést. Kérdezem a tisztelt hozzá, hogy betartja a javaslatot. Kérem, szavazzatok!
kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Itt van Szatmári Kristóf, a rabszolgatörvény egyik beterjesztője, elégedetten integet. Nem tűnik kellőképp gondterhetnek. Azt hiszem, majd a választói ott a 16. kerületben elmeséljük neki, hogy mit jelent évi 400 órát túlórázni, mit jelent heti 48,5 órában dolgozni, úgy, hogy lehet, hogy csak 3 év múlva fizetnek ki, ha egyáltalán kifizetnek egyáltalán. Megjelent egy megafon a teremben, reméljük, hogy hamarosan ezt is bevetik. Az ellenzék minden frakciója kiveszi a részét a tiltakozásból. A Párbeszéd, az MSZP, a DK, a Jobbik és az LMP is a független képviselőkről nem is beszélve nagyon derekasan helytállnak ebben a kiélezett helyzetben. Úgy látom, hogy most egy stoppaksos megafon kerül mindjárt bevetésre. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a tétel 3000 Azt hiszem. Thank you.
talán meguntátok Orbán Viktor képét. Én már nagyon unom. Megmutatom még egyszer, hogy mi a gond azzal, ami most történik, hogy miért törvénytelen a szavazás. Itt van egy képviselőigazolvány. Ez az egyetlen olyan dolog, amivel érvényesen szavazni lehet, ebbe a nyílásba kéne bedugni. Ezt a kártyát saját helyemen állva nem dugom be most a nyílásba, és a következő szavazáson így is le fogok tudni adni egy szavazatot. Ez a probléma, hogy ez nem egy név szerinti szavazás, ez egy meghekkelt, elcsalt szavazás. Csalást követnek el ennél a rabszolgatörvényről, a közigazgatása, egy más nem, Fidesz bíróságok felállításáról szóló törvényről, és az összes többi mai törvényjavaslatról szóló szavazáson. Tehát ha mindjárt elrendeli a szintén házszabályellenesen működő levezetőelnök Latinca János a szavazást, akkor ismét demonstrálni tudom nektek, hogy törvénytelenül folyik ez a szavazás, úgy is lehet szavazni, hogy nincsen bedugva a képviselőigazolvány. Nem lehet ellenőrizni, hogy melyik szavazatot kiadta le. És szavazás következik, nyomunk mondjuk egy tartózkodást, hogy ez könnyen követhető legyen. Ez egy kétharmados törvény ráadásul. Nyomunk inkább egy nemet, mert ez elég kemény dolog. És ott villog a nem szavazat, az országgyűlési képviselői igazolvány nincs a helyén, és mégis mindjárt megjelenik a táblán is, hogy kettő nem szavazat született, ezek közül az egyik, amit villog, az enyém volt. Tehát csalás folyik, elektronikai eszközökkel elkövetett csalás folyik az országgyűlésben, Kövér László házelnök tudtával, a levezető elnök Latorcai János irányítására, Orbán Viktor tudomásával és támogatásával, és persze minden fideszes és KDNP-s képviselő támogató voksával. Ebben a törvénysértésben mindannyian részesek. Az, hogy a rabszolgatörvényt elfogadják, az három törvénysértés és most negyedjére egy szavazási csalás eredménye lehet csak. Innentől kezdve az így elfogadott törvény természetesen érvénytelen. A mai nap minden szavazása természetesen érvénytelen. Nem lehet hatályos törvényeket egy ilyen szavazásra alapozni. Megszegik a házszabályt, megszegik a büntető törvénykönyvet. Ezért a tettükért, hogyha Magyarországon helyreáll a jogállam, akkor a független igazságszolgáltatás előtt fognak felelni. De addig is, menjetek ki az utcára, gyertek ki a Kossuth térre, mutassátok meg ezeknek, hogy nem lehet a magyar emberekkel mindent büntetlenül megcsinálni. Nem szavazhatják meg a rabszolgatörvényt az emberek 5/6-ának tiltakozás ellenére. Nem lehet azt hagyni, hogy egy csalással végigvert, multikat kiszolgáló törvényjavaslat nyomorítsa meg a magyar emberek életét, lehetővé téve azt, hogy hetente akár 48,5 órát, heti 6 napot is dolgozzanak megszakítás nélkül, és úgy, hogy csak 3 évvel később kapnak ezért esetleg valamiféle ellentételezést. Orbán Viktor már alig áll a lábán, itt támaszkodik két pad között, csak nehogy leessen a két pad közé. Elég rossz bőrben van az öreg. Kicsit aggódom az egészségért. Talán neki sem annyira egyszerű egy ilyen népellenes bűncselekményt elkövetni. Kicsit, mintha kiürült volna a tekintete. Kicsit, mintha meghasonlott volna önmagával. Lehet, hogy ilyenkor azért feldereng benne a 30 évvel ezelőtti önmaga, aki még a diktatúra lebontásáért harcolt. Hol van az akkori demokrata? Most éppen maga is diktatúrát épít. Egy hibrid rezsimet, egy olyan diktatúrát, ami fenntartja a demokratikus díszleteket, de ezeket a díszleteket most egyértelművé tesszük, hogy semmilyen befolyással nem bírnak a törvényalkotás menetére. A saját törvényeiket is megszegve az emberek 52%-át képviselő ellenzéki pártok és független képviselők tiltakozása dacára, szembe menve a magyarok 5/6-ának véleményével el fogják fogadni törvénytelenül ezt a rabszolgatörvényt, vagy legalábbis megnyomják azt a gombot, ami a rabszolgatörvényről szóló szavazáson kifejezi a véleményüket. Azt a véleményüket, amit nem ők érleltek ki magukban, hanem amit egészen konkrétan német ipari lobbisták diktáltak le nekik. Tolba mondták ezt a rabszolgatörvényt Kósa Lajosnak, Szatmári Kristófnak és Bányai Gábornak ott kettővel mögötte,
tolva mondták nekik azt, hogy a magyar emberek érdeke ellen hogy lehet egy olyan szabályozást létrehozni, ami 400 órányi túlmunkára kötelezheti éves szinten a magyar embereket. Heti egy plusz munkanapot vezetnek be ezzel gyakorlatilag, és itt röhögcsélnek. Nem szakad le a bőr a képükről. Itt röhögcsélnek, és jól érzik magukat. Mint hogyha a világ legtermészetesebb dolgát tennék. Miközben egy népellenes bűncselekményt követnek el egy szavazási csalás segítségével. Így nyomkodja ez a pártelnök a gombokat. Nem nagyon tudja követni ő sakkottát. Próbál szellemeskedni. Beosztottai kényszeredetten röhögnek. Gondolom, tudjátok ti is, milyen az, amikor a főnök viccel, és bármennyire is ócskák a viccei, mindenki röhög rajta. Rettentően kínos. Annyira kínos, ahogy ezek működnek. Németh Szilárd is ide jött tájékozódni. Kicsit magányosan érezte magát itt Szijjártó Péter és Varga Mihály mellett a bársonyszékben. De hát ki érdemelne meg jobban egy bársonyszéket, mint Németh Szilárd. Ez a nagyszerű ember, ez a kiváló honatja. És úgy látom, hogy Pintér Tamás a Jobbik képviselője felszólalása készül. Az ellenzék szerzett saját hangosító technikát. Itt van egy elég masszív méretű hangszóró, van hozzá egy mikrofon, úgyhogy már nem hiányzik semmi, mint hogy a magyar és uniós zászlók előtt, miközben ezek itt tapsolják magukat. Még némi technikai előkészület, addig is Szél Bernadett ismét visszaveszi a megafont és szirénázik. A DK-s képviselők uniós zászlót feszítenek ki. Az LMP-s társadalmak egy magyar és egy uniós zászlóval állnak. Húhami Ágnes, az MSZP választmányi elnöke, rendületlenül sípol. És a többi ellenzéki képviselő is folyamatosan a teremben mozog, áll a vártán, és próbálja megzavarni ezt a szavazást, hogy ne fogadhassák el a rabszolgatörvényt. De akárhogy is fogadják el, négyszeres törvénysértés követnek el ezzel, úgyhogy nem csak a magyar emberek érdekét, hanem a maguk által hozott törvényeket is több ízben megszegik. Kíváncsi vagyok, mit szólnak majd Orbán mai lépéséhez az Európai Néppártban. Kizárják-e végre ezt a hitványbandát, a Fideszt az Európai Néppártból? Tolerálják Európában azt, hogy négy törvénysértéssel fogadnak el egy olyan rabszolgatörvényt, amely a magyar embereket, a nagytőkének szolgáltatja ki, amely szembe megy mindazokkal az elvekkel, amiket az Európai Unió az alapdokumentumaiban megfogalmaz. Most már a pulpizus mögé is sikerült belógatni egy nagy uniós zászlót, ezzel jelezve, hogy Magyarország helye Európában van, amit viszont Orbán csinál, az egy közép-ázsiai diktatúrának is szégyenére válna. A sajtó meglehetős érdeklődést tanúsít, de tegyük hozzá, hogy a közmédiának az inger küszöbét nem érti el ez a mai eseménysor. Próbálnak úgy tenni, mintha minden rendben lenne.
exorcizmus. Mit üzen a választóknak Orbán úr? Maga szerint rendben van ez így. Törvényesen bonyolítják le a rabszolgatörvény átnyomását a magyar parlamentben? Ez, hogy három törvénysértés és a mai szavazási csalás zajlik éppen, az nem zavarja egy kicsit sem? Azt gondolja, hogy ez rendben van így? Biztos ott van John Lennon. Hol van? Nem, nincs ott. Ami nagyon érdekes van. Mit üzen a választópolgároknak Orbán úr? Büszke erre a törvényre? Akkor miért nem a kormány terjesztette be? Miért szervezték ki Kósa Lajosnak? Meg Szatmári Kristófnak és Bányai Gábornak? Büszke a rabszolgatörvényre? Mi lenne a jó név ennek a törvénynek? Jobbágy törvény esetleg jobban tetszik? Új rabszolgaságot, vagy új jobbágyságot építenek? Orbán Viktor most nem áll a helyzet magaslatán, a nagy debattőrnek egyetlen szava sincs. Lehet, hogy a retorikai készségei azok nem koptak meg, de a vita készsége az elmúlt 10 évben egy kicsit megcsappant. Lehet, hogy Gyurcsány Ferencet kéne idehozni, vele szívesebben vitatkozik, talán vele vitatkozott utoljára. Orbán úr, hogy a Gyurcsány Ferenc jön ide, akkor vele vitatkozik egy kicsit? Kristóf nagyon vidám, az ő alkalmazottai már eddig is túlmunkára voltak kényszerítve és bejelentés nélkül dolgoztatta őket. Megbukott az egyik cége egy munkaügyi ellenőrzésen, érdekes módon ennek semmilyen jogi következménye nem lett.